Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. So I try to be patient, 'cause nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light, like you did last night. Night, like you did last night. Night. Could it be that I'm lucky to have found someone who is just as crazy as me? Or is it just in my mind? Yet too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. Baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did, love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light, like you did last night. Night, like you did last Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek titeket itt ismételten egy építős streamen. Láttam, hogy írtátok, hogy mikor kezdem már. Ott van írva, srácok, hogy néhány másodperc a kezdésig. Tehát olyankor már lehet tudni, hogy egy olyan 20 másodperc, nagyjából 10. Üdvözöllek titeket, remélem, hogy hallotok, hogyha esetleg nem, akkor szóljatok rá, mert nem tudom, hogy bekapcsoltam a mikrofonomat. Üdvözöllek titeket, hellóka, belóka, sziasztok, tök sok ismerős nevet látok, és ennek nagyon-nagyon örülök. Hellóka, oké, jó, hallotok, szuper, köszönöm szépen. Szia Luisa, szia András, hello Szombati Boglárka, Dorka Gameplay, hello Roland, Devil Dealer, Dávid, Gergő, Benedek, Varga Walter, Török László, Réka Juhász, SKZ-fan, Pacsai Patrik, Boglárka, János Réti, majdnem a saját nevet is felolvastam, mert írtam a csetre. Hello Badam, Hello Pizza, Bazsi Gaming, András, Lili Zsófi, Random Fox, Arnika, Hellóka, üdvözöllek titeket, Hello Pirogamer, Simán Gamer, Hello Camilla, Hello Bernadett, Tomi Gaming, Dávid Német, Réka, Timi, Dragon Jay, Patrik, Mark, Milán Gaming, Kis Roland, Varó László, Hello Fox 01, Fox Road, és még nagyon-nagyon sokan mások. Sziasztok, üdvözöllek titeket, Apple Pie Girl, emlékszem rád, igen.
Hellóka Szabi XX, Balázs Muskát, Milán, Hanna Krafti, Hellóka, üdvözöllek titeket! Hogy vagytok ezen a csodálatos napon? Hogyha egy kicsikét hangos a zene, vagy valamikor szóljatok rám, vagy valami, akkor nyugodtan. Szerintem nem, úgyhogy egyelőre így hagyom. Na szóval, még mielőtt elkezdeném a streamet, srácok, jövő héttől hamarabb lesz a stream, 16 órakor fog valószínűleg kezdődni. Kinyitom egy szavazást, nagyjából 1500 ember szavazott a mai délután folyamán, és úgy néz ki, hogy 16 órakor lesz. Ez azért van, mert mire befejezem a streamet, az a baj, hogy akkor addigra meg már sötét van, és kijárási tilalom. Tehát, hogyha nem akarjátok, hogy lelőjék a katonák a papagájt, akkor nem mehetek ki 8 óra után boltba. Szóval néha előfordul, hogy nincsen vacsorán, meg ilyesmi. Ó, Brown, na hát, köszönöm szépen. Legjobb vidis vagy. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon aranyos vagy, köszi. Nagyon fel vagyok hype-olva a Snapchat miatt, hajrá! Köszönöm szépen, Samu, neked is a szuper chatet. És ismételtem Brownnak is, nagyon-nagyon jó fejek vagytok. Üdvözöllek, Brown, hellóka, téged még talán nem is láttalak itt. De akartam nyomni a C-re, hogy ráközelítsek az arcomra, de elfelejtettem, hogy itt még nincsen Optifine. Ugyanis, Snapchatban vagyok, srácok. Hangos a zene, picit halk vagy a zene, pedig hangos. Jó, én megpróbálom lehalkítani, de hogyha kidob a játék, ez egy snapshot. Ha kidob a játék, ne hibáztassatok engem. Egy fél pillanat. Zene. Oké. Tudtam. Snapshot. Oké, egy fél pillanat és visszalépek, és akkor utána mesélek egy kicsikét a múlt heti problémákról. Hellóka! Üdvözöllek titeket közben! Mindjárt beszélek tovább! Oké. Talán most már látjátok. Reméljük. Oké, talán most már látjátok, kérlek, mondjátok, hogy jó. Kérlek, mindjárt jó lesz. Elvileg ez az. Oké, tehát igen, single playerre van állítva a felvétel, tehát nem látjátok, amikor belépek a főmenübe. De látjátok, szuper, oké, bocsánat mindenkitől. Lényeg az, Snapchatban vagyunk, többet nem halkítok a zenén, hogyha nem jó, akkor nem tudom, hogy miért nem jó. Oké, tehát Minecraft Snapchat, 20. hét, tehát 20. hét, ez tényleg azt jelenti, hogy 20. hét? Nem tudom, tehát 20W45A volt múlt héten, most kijött a 20W46A. És itt kaptunk egy-két újdonságot, nem raktam ide még például az új hót, de meglessük majd azt is, gyorsan végigmenjünk ezen, ugyanis múlt héten volt egy kis YouTube baki, nem tudom, hogy tudtok-e róla, a YouTube-nak múlt héten pénteken este leállt a szervere, az összes, kész, meghalt, ennyi volt az amerikai választások miatt, sem én, sem pedig a... kiket néztem még, hogy nem tudtak streamet indítani. Egy fél pillanat. Fókuszcsoport. Ők nem tudtak még streamet indítani, és ők is nagyon ki voltak akadva, én is. Ők is átmentek Twitchre aznap, meg én is. Na, szóval gyorsan ledarálom, hogy mik vannak ebben az új snapshotban. Rengeteg dolog, és ez még csak az első kettő, utána pedig építkezni fogunk. Megint rá akartam közelíteni, de még mindig nincsen Optifine-om. Na szóval, oké, gyertya. Rengeteg színben van gyertya. Most nem mutatom meg mindegyiket külön-külön, de elmondom a kedvenceimet. Ezeket elmondtam már a múlt heti Twitch streamben is, szóval igyekszem gyorsan ledarálni, azért hadarok. A kedvencem ez a sima candle, ez a default candle, aminek egyébként új lett a textúrája. Ebben az új heti snapshotban eddig nem így nézett ki az item, tehát az a rész, ami itt van. Eddig nem így néztek ki, egy pár dolognak megváltozott, el is mondom majd azt is, hogy minek. És ezek a színesek nekem annyira nem tetszenek, hogy őszinte legyek, az összes színes, ez pedig a default. Ezt lépes mézből lehet majd craftolni. Tehát ebből a honeycombból, valamint egy stringből. És ennek igazából ennyi a lényege, ennyit erről. Tehát így nem nagyon tudok mást mondani. Rész. Következő rész. Oké. Azért írtam egyébként ki, mert állandóan elfelejtem a magyar neveit. Magyar vagyok, igen, ezt többen meg szokták kérdezni, de nagyon-nagyon sokat foglalkozom angollal. Én angol szakra járok az egyetemen, tehát az életemnek a 80%-át angolul élem le, és sokszor a magyar szavak nem jutnak eszembe.
És ezért kiírtam magamnak magyarul, tehát a rész, az a cover, négy fajta változatban található meg. Ennek ugye ez az eredeti változata, viszont folyamatosan el fog majd zöldülni, ugye egy kis idő után. És be tudjátok ezt majd kenni mézzel? Azt hiszem ilyen léppel, ugyanígy honeycomb-val be tudjátok majd kenni. Viasszal, bocsánat, viasz, nem jutott eszembe. És... igen, és hogyha bekenitek bármelyik állapotában, ugye ezt a hármat lehet bekenni, ezt értelemszerűen nem, mert ez már nem zöldül tovább, hogyha ezeket bekenitek, akkor megőrzi ezt az állapotát. Oké, villámhárító, nekem nem tetszik, sokaknak igen, számomra nincs túl nagy értéke. Tehát így nem, nekem annyira nem tetszik, hogy most már meg kell védenünk a házainkat ugye a villámlástól. Szerintem biztos vagyok benne, hogy a viharoknál sűrűbbek lesznek azok a villámok, amik leégetik majd a házakat, szóval nekem ez negatív így építészként, de majd meglátjuk, hogy mit tudok ezzel kezdeni. Az a szerencsé, hogy nem a háznak a tetején kell, úgymond, díszelegjen, pont hogy nem, mert jó ronda, hanem el lehet rejteni akár egy fának a tetejére is, és oda viszi majd ugye nyilvánvalóan a villámot egy bizonyos megadott körben. Oké, akkor jöhet az egyik olyan dolog, ami miatt nagyon-nagyon izgatott vagyok, és ez nem más, mint az ametiszt. Ugye az ametisztek ezek a kristályok. Ezek a kristályok ezen a rügyező kristályblokkon nőnek, és ezeket nem én tettem ide, ezek kinőttek maguktól, ameddig én itt afkoltam, vagy csináltam azt a részt, és ide szépen megnőttek. Ezen a sima blokkon nem nőnek ezek, viszont ezen igen. Én most nem mondom el a technikai dolgokat, mert szerintem felesleges, csak azt fogom elmondani, ami az építészeknek jól jön. Szerintem ez evidens, hogy ezt miért csinálom. Jó, oké, igen, ez a kettő nekem tetszik, ez is nagyon jó, textúrázásra majd jó lesz, hogy ebből két fajta van. Annyi, hogy ezen nőnek ezek, ezeket pedig ki lehet majd szedni túlőben szirtáccsal, és amelyik állapotában lerakjátok, mondjuk a fűre, úgy marad, tehát nem nő meg. Csak ezen a blokkon nő, tehát ha ide leraknám, ez nem nőne tovább már. Viszont, hogy ide leraknám, akkor ez megnőne ekkorára. Szirtáccsal ki tudjátok szedni bármelyik állapotában, és szerintem ez nagyon... nagyon érdekes, nekem nagyon tetszik. Akkor a másik két blokk, amikkel actually építeni is fogunk ma, ez nem más, mint a tufa és a kalcit. Valószínűleg sokszor kalcitnak fogom ejteni, valamiért berögződött nekem, és amikor erről a blokkról beszélek, akkor mindig A-val mondom, de ez kalcit. Tehát rosszul mondom, akkor bocsánat. Tehát kalcit. Ez a kettő érdekes, ezt majd el fogom mondani, hogy mégis hogyan, hova tudom majd elképzelni egy gradientbe. Itt megépítettem egyébként ezt a geódát, ilyenekbe fog majd spónolni a kristály, tehát látjátok, ezeken fog majd megnőni, amin ilyen sötét lila csík van, ebből most csak egyetlen egy darabot raktam ide. Felhangosítottam egy kicsikét a játékot, nem tudom, hogy mennyire halljátok, hogy ennek van külön hangja is. Remélem, hogy halljátok. Tehát eléggé fölvettem a játéknak a hangját pontosan emiatt, lehet, hogy az intro alatt hallottátok is ezt, nem baj. Így né. Na, oké. Tehát akkor tufa és kalcit. Érdekes, érdekes, várom már, hogy építhessek ezekkel. Na akkor kettő technikai, amik túlélőben lesznek nagyon-nagyon hasznosak, legalábbis szerintem, én úgy gondolom. Itt van a távcső, ezen változtattak, és nagyon pozitív irányban. Emlékeztek, láttátok esetleg, hogy eddig hogy nézett ki a távcső, hogyha ráközelítettetek valamire? Láttátok, hogy milyen képet adott? Egy ronda kör alakban mutatta a közelítést. Na ez megváltozott. Ez sokkal jobb, sokkal Minecraftosabb, sokkal-sokkal jobban tetszik, mint az eddigi megoldás. Úgyhogy szerintem sokkal szebb, mert a lencse is látszik, ugye láthatjátok ezeket a fehér pöttyöket. Szerintem sokkal jobb, és nagyon várom már, hogy ezt használhassam. És egyébként van egy külön animációja, hogyha így ezt így ide rakom. Látjátok? Tök jó, nagyon menő. Így ténylegesen belenéztek ebbe az itembe, szóval király. A másik, a bundle. Ennek is megváltozott a textúrája, szerintem ezt észre lehet venni. Eddig nem így nézett ki, sokkal-sokkal vékonyabb volt. Viszont a funkciója ugyanaz. Egy dolog megváltozott, és nem is annyira néz ki rosszul. Nem tudom, hogy láttátok-e a Minecon Live-ot. Én és Badam megnéztük is élőben, közvetítettük nektek az ottani eseményeket, és ott nagyon csúnyán jelenítette meg ezeket a blokkokat, hogyha beleraktátok a bundle-be. És most már ez nem így lesz, ugyanis nagyon-nagyon érdekes, hogy már így jeleníti meg rendesen egy inventory-ként, mint hogyha megnyitnátok az inventory-t. Ez így sokkal jobban tetszik, a múlt hetiben egyébként még csak kiírta. Rendben, ezzel megvagyunk, és végül, ami még fontos lesz, szerintem ez építés szemmel is egy nagyon jó elem, valamint a túlélősöknek is, akik szeretnek farmolni. Ez egy olyan
üveg, amin nem hatol át a fény, tehát mobfarmoknál ezt nyugodtan lehet használni, a fény ténylegesen nem fog rajta áthatolni. Tehát ez nem fekete üveg, ez csak egy fekete színű festett üveg. Tehát nem is festett üveg, ilyen de nem engedi át a fényt, az a lényege. És ezzel szerintem ezzel meg is voltunk. Tehát akkor a mai projektünk, át szeretnék ugrani erre, mert izgatott vagyok miatta, fogalmam sincs, hogy pontosan mit fogok építeni, hogy hogyan fognak kinézni a dimenziók. Itt látjátok, ezt már ide lefektettem, egy referenciaképet használok, abszolút nem úgy fog kinézni, mint a referenciaképem, hogyha kéritek, akkor berakom Discordon a szerveren az inspirációba, hogy láthassátok, hogy miből indultam ki, egy művésznek az agyag munkájából. És szerintem ezt majd berakom a leírásba is, hogyha megtalálom. Nem tudom, hogy hol van az a kép, már nagyon régóta fent van a gépemen, de hogyha megtalálom, akkor berakom a linket a videónak a leírásába, amikor ezt majd feltöltöm. A lényeg az, hogy a dimenziókat innen vettem, tehát mondjuk a kapu ugyanott helyezkedik el meg ez, de mi teljesen mást fogunk építeni, csak a dimenziókhoz kellett nekem egy referencia kép. Tehát ismételten ez nem egy Minecraftos építmény, egy agyag munka, egy agyag makett, de majd megmutatom nektek. Ezeket a blokkokat szeretném használni alapnak, de egészen biztosan lesz még egy csomó más is. Tehát engem ez nagyon-nagyon érdekel, nagyon izgatott vagyok emiatt. Lehet, hogy nagyon sokat hadarok, most megpróbálok kicsit lelassítani, mert tudom, hogy ez zavar, hogyha egy videós nagyon hadar. Csak izgatott is vagyok, meg magamban nyomtam 2 energiát, de az már nem lényeges. No hát, új tag! TGP Laci, üdvözöllek, gratulálok az arra papagáj rangodhoz. Na hát, gratulálok. Mostantól fogod tudni használni a perk emojikat, 3 darabot, 4-et, 5-öt ide is rakok neked a chatre, ezt meg is nézheted, és van egy csomó. Kattints rá, nézd meg, és ezzel a ranggal már előbb láthatod a videókat is. Oké, na, térjünk át erre szerintem. Ezeket fogom majd használni alapnak, ezeket pedig a falnak. Tehát mondtam, hogy beszélni fogok majd arról, hogy a kalcitot hogyan fogom használni, milyen gradienttel. Na, én arra gondoltam, hogy a kalcit az körülbelül így helyezkedne el egy gradientben. Látjátok? Mondjuk így. Vagy lehet, hogy pont kicserélve. Ezt még nem nagyon nézegettem, nem, inkább így. Tehát egy gradientben ez így néz neki, valamint még a quarcot tudom hozzá elképzelni, talán még a smooth quartz is jól néz ki. Ó, quartz bricks, na azt még nem is néztem, és akkor így esetleg, aha, na egy gradientben így tudom ezt elképzelni. Szerintem ez így tök jól néz ki. Rendben, ezzel akkor meg is vagyunk ezeknek a bemutatásával. Ó, na hát BA Channel, tojás, gratulálok a rangodhoz, te is tudod majd használni a perk emojikat. Na, ezeket is láthatjátok itt, ezt majd a keretekhez fogom használni, ha használok kereteket. A referencia képemen vannak keretek, ugye egy katedrálist fogunk a mai nap építeni, a címben ott van, de lehet, hogy még nem mondtam ki, sokan nem olvassák le a címet, tehát a mai nap a snapshotban fogunk egy katedrálist építeni. A tetőt prizmarin helyett, ugye ez nagyon-nagyon érdekes, mert eddig az építészek prizmarin brickszel oldották meg a résztetőt, most már van rész. Én úgy gondolom, hogy a résznek a harmadik verziója, ez a semi-weathered néz ki a legjobban. Azt hiszem, hogy ez a harmadik verziója, mindjárt meg is nézzük. Ez ugye ez az első, ez a másik, ez a harmadik, így van, és ugye az ötödik lenne az, ami teljesített. Nekem ez tetszik, ez a semi-weathered. Ami ilyen részben megkopott, én így fordítanám. Várom a frissítéseket, én is nagyon várom. Kápolna van a címben. Ja, katedrálist mondtam, bocsánat, kápolnát akartam. Kicsit hangos a zene, hangosabb, mint én. Komolyan? Akkor lehet, hogy megint leállítom a játékot. Hát ez annak nagyon-nagyon nem örülnék. Na jó, snapshot, nem baj. Valószínűleg nem tudom, mi van a zenével. Oké, le fog állni a játék, ez tuti. Igen. Super. Nem baj, lényeg az, megvan az, amit akarok. Mindjárt visszalépek. Most feljebb vettem magam. Na szóval, itt vagyok. Tehát,
Lényeg? Na, most jónak tűnik, szuper, oké, bocsánat mindenkitől, tudom, béna pörkiper volt, profi videós idézőjelben, stb. Lényeg az, bocsánat mindenkitől, 40-nel droppolt is a nézőknek a számon, remélem, hogy visszalépnek majd. Szóval a lényeg az, srácok, hogy folytatjuk, többet nem hangosítok, nem halkítok, ha rossz, legközelebb újra csinálom. Az a probléma, hogy újra kellett telepítenem a Streamlabs-et a múlt héten pénteken, mert én azt hittem, hogy a Streamlabs-szel van a baj. És most minden elállítódott, úgyhogy így találom ráállítgattam be a dolgokat. Na mindegy, ezt sajnálom, mert lement fél óra, negyed óra úgy a streamből, hogy full hangos volt a zene. Nem tudom, hogy ezt föltöltöm, lehet, hogy ezt nem fogom akkor feltölteni. Ha mégis, akkor szerencsénk volt. Na szóval, szerintem csináljuk, én azt mondom, ugye látjátok, hogy szürkébb, mint a Cobblestone, úgyhogy lehet, hogy a tufával fogunk kezdeni. Nagyon érdekes hangja van. Igen, srácok, dobjatok egy lájkot mindenképpen. Most ugye emiatt a játék leállás miatt ugye droppolt a nézőknek a száma, és ugye dobtok nekem lájkot, akkor jönnek új emberek, mert akkor több embernek kidobja a YouTube. Elvileg. Tehát ha szeretnétek támogatni, akkor ezt nyugodtan tegyétek meg. Ezt ezzel meg is tudjátok igazából tenni. Hello Zimu, üdvözöllek! Igyekszem majd nézni a chatet, csak most nagyon-nagyon gyorsan az első negyed órában leszerettem volna darálni ezt. Amikor feltöltöm ezt a streamet, remélem, hogy nem volt annyira rossz az első negyed óra, hogy hangos volt a zene, hogy ne tudjam esetleg visszatölteni, vagy hát nyilvánosra rakni. Akkor majd egy timestampet mindenképpen rakok be, ami igazából annyit jelent csak, hogy el tudják majd pörgetni azok, akik utólag visszanézik. Nyugodtan tőzsve, nem volt az vészes. Na, ennek örülök. Én már dobtam egy lájkot. Na, ennek örülök. Köszönöm szépen a lájkokat, srácok. Ígérem, hogy több hiccup nem lesz már a mai stream, legalábbis remélem, hogy tudom tartani az ígéretemet. Oké, na. Gradientet fogunk használni, ami igazából annyit tesz, hogy most megépítem a falakat így össze-vissza. Ezt majd utólag meg fogjátok látni, hogy ez igazából mit jelent. És addig tudom majd nézni a chatet, tehát építés van. Múlt héten nem volt építés, a Twitch-en sem, mert kicsit elvette a kedvemet az, hogy a YouTube az teljesen behalt. Úgyhogy ja. Hello Fluxe! Hány éves vagyok? Ott van a leírásban, egyébként 23. Betöltöttem már 23-at, úgyhogy mondhatom azt, hogy 23. Mindig egyébként nem, ez úgy működik, hogy pár hónappal azelőtt, hogy betölteném, azelőtt is azt szoktam mondani, hogy 23. Rettenet. Hello Nagy Gergő, és hello Suhai család, üdvözöllek. Pacsi Gaming, nagyon jó fej vagy, köszönöm szépen. Örülök neki, hogyha én vagyok a kedvenc videósod. Jaj. Már tetszik. Na hát, ilyen hamar. Mióta van 1.17? Srácok, olvassátok el a címet. Snapshot. Ami azt jelenti, hogy nincsen 1.17. Ez csak annyit tesz igazság szerint, hogy be tudtok, hogyha eredetitek van, tehát ezért is jó megvenni az eredetit, és nem tört klienseket használni, ami amúgy sem legálisabb dolog a világon. Tehát, hogy igen, elérhető eredetivel, és érdemes is megvenni az eredetit, mert látjátok, ilyen király dolgok vannak, hogy elérhetitek az új verzióknak a tört részét, tehát a kis részét, és akkor folyamatosan frissítik, és a végén release-elik az egészet. Na most az, aki nem tud a snapshotokról, annak lehet, hogy hiába mondok olyasmit, hogy release-elni, mert lehet, hogy nem követi annyira ezeket a dolgokat így aktívan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és akkor 1, 2, 3, 4, 5... Aha... Ezt itt jól elrontottam, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6... És gondolom, ide szántam a hetediket. Na mindegy, jó, itt meg kell csinálnom a falakat, mert ugye ez majd ilyen kiugró részeket jelöl, legalábbis a tetőn lesznek így kiugró részek. Szóval azért fontos, hogy valamennyire megépítsem, itt még itt hagyom egyelőre, azért, mint ami az előbb is történt, fontos. Közben üdvözlöm azokat, akik most jöttek, srácok, köszönöm szépen, hogy itt vagytok, valamint köszönöm szépen, hogy lájkoltátok ezt a streamet, hogyha esetleg még nem tettétek meg, akkor mindenképpen valamit iratkozzatok fel, hogyha tetszik a tartalom és újak vagytok. Hello Agancs, üdvözöllek! Boldi Bék, köszönöm, aranyos vagy,
Köszönöm szépen. Örülök neki, hogyha én vagyok a kedvenced. Olyan fura, hogy röhögzel, így vagy tökéletes. Szerintem nem fura. Most iratkoztál fel? Na hát, ennek örülök, üdvözöllek a csatornán. Mindenképpen nézd majd körbe. Érdemes egy videósnál körbe nézni, mielőtt feliratkozik az emberi live alapján. Szóval mindenképpen nézd körbe, hogy milyen tartalmat csinálok. A túlélő, ne téveszem meg, most van egy túlélő sorozatom, de alapból én építéssel foglalkozom ezen a csatornán leginkább. Oké, most azon gondolkodtam, hogy így esetleg így helyenként ide belevihetnénk... Helyenként vagy az egész tetejét csináljuk meg ilyennel. Na mindegy, megpróbálom, itt szerintem sok mindennel fogunk ma kísérletezni, ugyanis még én sem ismerem ezeket az új blokkokat teljesen, ugye ilyenkor ezeket ki kell nyilvánvalóan tapasztalni. Csordás Adrián, nyugodtan menj akkor az ő csatornájára, akkor lehet az ő tartalmát fogyasztani. Hát neked az a kedvező, de attól még próbáljuk meg kicsit magunkat moderálni. Minecraft Dungeons volt már. Volt már, és nem lesz. Nem lesz, sajnos. Valószínűleg. Elképzelhető, hogyha lesz egy új gépem, akkor lesz, mert voltak technikai problémák, de egyelőre, ameddig egy gamer laptoppal dolgozom, addig nem szeretném bevállalni újra. Emese, akkor nyugodtan lépj ki. Szia! Hello Richard, üdvözöllek! Üdvözöllek a streamen. Oksi, így, és akkor ezt ide rakom. Itt lesz még egy szín valószínűleg, bár lehet, hogy egyből át kellene menni ezekre. Meglátjuk. Hello Lola! Kecskeméti Szabolcs, üdvözöllek! Örülök neki, hogy ide értél a mai streamre. Laptopon játszom-e? Igen, egy gamer laptopon, ott van a leírásban, hogy pontosan milyen laptop. Most már 3 éve lett kiadva, azóta meg is van nekem, 3 éves most már. Hello Darklight! Miért nem csinálom World Edit-tel? Azért flux-e, mert Snapchatban vagyok. Még mindig. Mikor lesz új túlélő? Nem mostanában, sokára, egy hónap körülbelül. Most pihentetem. És a mikor lesz kérdéseket pedig hanyagoljuk. Nagy Gergő, én nem szoktam Robloxozni, igazából csak Minecraftot játszom, úgy összességében is, tehát hogy így mondom, én mindig azt mondom, hogy én egy ilyen fake gamer vagyok, tehát hogy így nem igazán játszok mással a Minecrafton kívül, hogyha őszinte akarok lenni. Ott van a címben, hogy ez mi lesz. Offenzívennek örülök, hogyha bedvászás közben engem hallgatsz. Az tök jó, amikor az emberek csinálnak valamit, és úgy hallgatják a live-ot. Általában én is úgy szoktam másoknak a live-ját nézni. Hello, Kro! Mi történt, Lili? Dungeons. Ez amikor hát nagyon rossz fáj volt, és talán a végén járhattam, amikor kifagyott a gép, és újra kellett kezdenem. Jaj, Lili! Ez fájdalmasan hangzik. DLC-vel játszottál? Bocsi, lehet, hogy írtad csak. Mire elolvastam, addig elfelejtettem az üzenetnek az elejét. Jól vagyok, köszönöm szépen, magyar vadász! Aranyos vagy. Jól vagyok. Minden rendben van. Köszönöm szépen, Nagy Gergő! Kedves vagy. Neked a munkád a videózás? Nem, nekem a munkám az egyetem jelenleg. Nem tudom, hogy valaha akarom-e, hogy a videózás legyen a munkám így főállásban. Nem hiszem. Én szeretek több dolgot csinálni egyszerre. Úgyhogy nem hiszem, hogy valaha nekem a videózás lesz a fő. Nem tudom. Nem gondolkodtam még azon, hogy amúgy, hogyha elvégzem az egyetemet, akkor mit csináljak, hogyha esetleg nem a szakomnak megfelelő irányba megyek. Ami azért eléggé valószínű, hogy nem abba fogok menni.
Igazából nekem az angol az csak arra kellett, ugye, mint szak, hogy megtanuljak anyanyelvi szinten angolul, és esetleg a jövőben tudjam külföldön hasznosítani az itt megszerzett tudást, vagy nem tudást. Jó vagyok, köszönöm szépen, Nagy Péter. Igazság szerint építkezem, el vagyok, játszogatom. Ma egy csomót tervezgettem, hogy mit lehetne még építeni a jövőbeli videókban. Nem túlságosan sokra jutottam, ugye a jövő heti már meg is van építve, a hétvégén fogom megcsinálni hozzá a videót. Ja, amúgy srácok, ezt akartam már mondani, hogy holnap kijön az építőversenyemnek az eredményhirdetése videó formában, szóval szerintem mindenképpen érdemes megnézni. Azoknak is, akik neveztek, de mondjuk úgy érzik, hogy nem teljesítettek annyira jól, hogy mondjuk bekerüljenek, azoknak is érdemes megnézni, ugyanis szerintem... Egyhogy lesznek meglepetések, mert vannak olyan emberek, akik nem gondolták volna szerintem, hogy helyezést érnek el és értek el helyezést, valamint nem csak a helyezettek lesznek bemutatva, hanem lesz egy külön montázs rész, egy 2-3 perces montázs rész, ahol több telket is megmutatok, de ugye azokról nyilvánvalóan nem beszélek olyan részletesen, mint mondjuk azokra a telkekről, amik helyezést vagy külön díjat értek el. Tehát van 5 darab helyezésünk, valamint van egy... 3, azt hiszem, igen, 3 darab külön díjasunk. És bemutatok még egy pár telket, ugye azon felül. Neked is a Tufa az új kedvenc blokkod. Na, ennek örülök. Igazából igen, én is azt mondanám, hogy ez a kedvencem egyelőre az új Snapchatból. Így block-wise, tehát block szempontból. Viszont nagyon tetszik még a kristály is. Szerintem az is egy nagyon jó kis... hozzáadás így a játékhoz, tehát nagyon tetszik. Azt a lilát, azt most egyelőre benne hagyom, de ezt az előbb már mondtam, mert az még fog nekem kelleni, az ott nekem jelez valamit. Közben srácok, lájkoljátok a streamet, hogyha esetleg még nem tettétek. Oké, MS-ét bannoljuk innen, szerintem az ilyen... majdnem csúnyát mondtam. Az ilyen emberkéket nem nagyon szeretjük errefelé. Emesek, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és itt a jelenléteddel növelted a nézőszámomat, ezzel elérve azt, hogy a YouTube algoritmusnak kedvező legyen ez a stream, és másoknak kidobja, akiket érdekel az, amit csinálok. Neked pedig további szép napot kívánok. Bár mondjuk ilyen beszólások mellett nem hiszem, hogy túl szép lehet a napod. Tehát... ez van. Nem, Lili, nem volt törölve nálam, amikor láttam. Nem olvasom a törölt üzeneteket. Nem jó lelkileg szerintem az embereknek az ilyen fröcsögést látni. Általában, amikor törölve van egy üzenet, akkor az nem azért van törölve, mert nem tudom, olyan kedvük volt a moderátoroknak, hanem azért, mert bullcrap, tehát, hogy nem rám tartozik az, ami törölve van. Az a moderátorokra tartozik, meg az illetőre, aki kiírta, igazából ennyi. Az Among Us-t szeretem igazából, én úgy gondolom, és kérdezted, hogy... Valamit kérdezted, de már elpörgött. Mindegy, igen, ismerem az Among Us-t. Videó viszont nem lesz róla, meg stream se, hogyha esetleg ezt kérdezted volna. Lesz-e Hypixel stream? Vagy mikor? Hát a Hypixel streamek azok olyanok, hogy azok néha vannak, néha nincsenek. Az mindig olyan kedvfüggő igazából nálam. Én úgy gondolom, hogy nem kell az minden héten, mert akkor megunják az emberek. De lesz majd valamikor, szerintem november vége felé. Én úgy gondolom, hogy november vége felé lesz. Milyen volt a napom? Köszönöm szépen, László, jó volt a napom, abszolút. Nem volt negatív része, amit így kiemelnék. Szóval így összességében jó napom volt. Most még miután itt végzek, azután barátokkal fogunk lángosozni, úgyhogy azt már várom. Nem vagyok egy nagy lángos imádó, de a társaság az mindig jól jön. Úgyhogy, ja...
Lehet, hogy ez egy kicsikét túlságosan zajos. Lehetséges, hogy majd kiveszünk belőle egy-két blokkot. Vagy nem lesz ennyire magas a szürke. Meglátjuk még, hogy eleve mennyire lesz magas az oltár maga. Nem oltár, kápolna. Oltár, hát ez egy kicsit más. Igen, látszik, annyira nem vagyok tisztában a templomnak a részeivel. Tehát szerintem ez sok mindent elárul rólam. Az oxidálódott rész. Ja, nekem azt tetszik, amelyik nincsen teljesen oxidálódva, hanem ez a harmadik státusz, harmadik fázis ugye a négyből. Ez az ilyen félig meddig már olyan. De azért még nem teljesen. Itt majd még annyit fogok csinálni, hogy belefolyatom ezt ide le. És akkor talán egy fokkal jobban fog nézni. Hát, meglátjuk. Ugye, mivel most próbálom ki először ezeket a blokkokat, ezért nem túlságosan sok velük a tapasztalatom. Szóval azt tudom mondani most így, hogy ezzel a kalcit, aminek kicsit ilyen márvány mintája van, ez, hogyha túl sok van egymás mellett, akkor annyira nem szép. Tehát, hogy így annyira nem nyeri el így a tetszésemet. Annyira nem. Ez így nem. Nagyon-nagyon zajos, azt már most látom, szóval azon fogunk egy csomót javítani, de úgy gondolom, hogy ez a stream ez tökéletes lesz arra. Tehát nem fogom elsietni. Sajnos mostanában sokszor volt úgy, hogy olyan napokra esett a teendőm, amelyiken streameltem. Ma nem nagyon van így, különösebben. Tehát ma igazából nem hiszem, hogy annyira nagyon-nagyon sietnem kellene. Mi az, hogy zajos? Hogy túl sok fajta blokk van benne. Túlságosan sokféle blokkot próbálok meghasználni. Azt jelenti most itt nálunk a zajos. Azt még megnézem, hogy esetleg a smooth quartz az... ugye majd, hogyha így belekevernénk, akkor még jobban ezt a zajos hatást érné el, vagy esetleg segítene-e rajta. Azt tudja, hogy lejjebb kell majd vinnünk a szürkét, tehát az egészen biztos, ez eddig nem valami szép. De majd meglátjuk, hogy hogyan tudok vele dolgozni. És lehet, hogy akkor viszont a tetejét megpróbáljuk majd. Az lesz a furcsa, hogy nem fogok majd tudni shadert kapcsolni. Tehát ez ilyen tök idegen lesz szerintem. Még arra gondoltam, hogy átviszem ezt majd alacsonyabb verzióba, és kicserélgetem az új blokkokat valami olyasmire, ami mondjuk van 1.16-ban, és akkor egészen jól nézne ki shaderre. Ugyan. Szia Petra, üdvözöllek! Nem hallok, Perky, ez túl zajos. Ja, nem. A textúrára is szokták azt mondani, hogy zajos. Miről maradtál le? Ádám, semmiről igazából. Arról, amit a képernyőn látsz, de úgy amúgy semmi extra nem történt, amilyen nagyon érdekes lenne. Kér lájkokat? Igen, Sári, köszönöm. A moderátoraim sokszor fognak nekem szólni, hogy kérjek lájkokat, mert mindig elfelejtem. Igen, dobjatok lájkot, hogyha tetszik ez a stream, valamint mindenképpen iratkozzatok fel, hogyha esetleg eddig még ezt nem tettétek meg. Nyilvánvalóan jól jönnek a lájkok, meg a feliratkozások, meg mindenféle. Videósból vagyok, talán fel se olvadok, úgyhogy... please. Szia Dénes, köszönöm szépen, hogy eddig itt voltál. Gergő, igazából szerintem hiába kérjük meg őket, hogy ne írják le, hogy miről maradtak le. Ez az embereknek egy ilyen beköszönési formája, beköszönési szokása talán. De nem tudom. Hát most erről nem lehet őket leszoktatni, nem baj. Érdekli őket, hogy miről maradtak le. És én meg erre gyorsan csak annyit szoktam válaszolni, hogy arról, amit a képernyőn látnak. Igazából ez rá az egyetlen olyan válasz, ami tényleg... tehát megválaszolja azt, amit kérdeznek, anélkül, hogy túlságosan sokat kellene beszélnem róla. Na, közben rám jön a csuklásnak, nagyon örülni fogok. Szerintem még egyszer sem csuklottam stream alatt, pedig most már másfél éve streamelek minden héten. Köszönöm szépen, László, hogy hadottál. Nem olvasom be a nevedet. Hogyha írsz nekem valami értelmes kommentet, amit be tudok olvasni, akkor azt beolvasom, de névbeolvasást külön nem csinálok. Nincsen értelme. Tehát mi értelme van? Igen, 19-kor lesz vége, vagy egy kicsikét később. Attól függ.
Kedvenc állatom a papagáj. Na, ez szuper. Ennek örülök. Hogy vagy, mi a helyzet? Jól vagyok, köszönöm szépen, igazából építkezem. Eredetileg úgy volt, hogy ez a kis kápolna, igen, lassan összeszedem ám és megjegyzem, hogy mi ennek a neve, tehát hogy ez a kis kápolna szürke lesz teljesen, csak aztán átgondoltam és rájöttem, hogy jó lenne ezt az újfajta blokkot is használni, ezt a kalcitot, és abból csinálni valami értelmeset. Meddig tart a live? Most mondtam, 19 óra. 19 óráig. Akkor Kriskó a neved? Nem fogom tudni megjegyezni, tehát ilyesmit 300 néző mellett ne kérjetek tőlem, létszik-e. Mert ezt nem fogom tudni sajnos, akármennyire szeretném tiszteletben tartani és betartani, hogy annak hívjalak titeket, ami nem a nevetek. Tehát kicsit nehéz lenne, mert akkor mindenkinek meg kellene tennem ugyanezt, szóval valószínűleg Lászlónak foglak hívni, igyekszem majd odafigyelni, tehát megígérhetem, hogy igyekszem, de ez nem azt jelenti, hogy menni fog, de igyekszem. Mr. P. Games, köszönöm szépen, aranyos vagy. Annyira hangulatos a stream, örülök neki, hogyha így gondolod. Látjátok, például Nagy Péternél megjegyeztem, hogy ő nem Nagy Péter, hanem Nagy Eszter, de néha az egyszerűség kedvéért Nagy Péternek hívom, hogy akik majd visszanézik a streamet, azok ne nézzenek csak, hogy mégis a cseten miért ír egy Nagy Péter, és miért hívom folyamatosan Eszternek, amikor beolvasom az üzeneteit, de őről a tudom, hogy ő amúgy Eszter. Örülök neki, Neon Gamer. Egyelőre nem tetszik, egyelőre tényleg nagyon zajos itt az alja, tehát itt ezt nem gondoltam túlságosan át, hogyha őszinte akarok lenni. Érdemesebb lenne szerintem lejjebb vinnem majd a szürkét. Tehát azt hittem, hogy majd a fehér és a szürke között ez a diorit, ez majd egy jó választás lesz, egy jó kis átmenet lesz, de annyira mégsem tetszik, úgyhogy lehetséges, hogy egy kicsikét ezeket a fehéreket így lejjebb viszem, hogy egy kicsikét nyúljanak le. Csak ugye az a baj, hogyha ezt meg elrontom, akkor meg ilyen vonalas lesz, ami meg ugye szintén nem annyira szép, szóval erre azért oda kellene figyelni. Tehát látjátok, hogyha lejjebb visszük a fehéret, akkor egyből egy másik fajta hatást érünk el vele, tehát sokkal inkább itt az alja olyan, mint hogyha felfröcsögött volna rá a sár így az idő múlásával. Szerintem tök jó, hogyha az ember hozzad ilyen kis történet darabokat az építményéhez, mert látjátok, hogy értelmes dolgok sülnek ki belőle. Hello, László, üdvözöllek a streamen. Egy kis Perky Live mellett DIY lókantár készítés. Na hát, akkor sok sikert ehhez. Hol lesz az ajtó? A bejárat az majd itt lesz. Most egyelőre, hoppá, egyelőre azért nem raktam még ide, mert szeretném látni, hogy mégis hogyan működnek együtt a blokkok. Tehát nem kell aggódni, srácok, nem kell aggódni. Nem azért építek már több éve, hogy ezeket elrontsam. Tehát lesz ajtó, nyugalom. Bízzatok meg bennem, léci. Igen, szerintem a Lili az egy tök szép név. Nem tudom, hogy miért írja Lili azt, amit ír. Agancsi azt írja, hogy... Igen, ő az az Eszter, aki fenn van Discordon is. Nem is tudtad? Igen, én kérdeztem is tőle, hogy ez a névválasztás esett. Erre, tehát hogy erre esett a választás. A Péterre. De nem akartam nagyon belemenni tényleg, mert nem voltam tisztában a pontos okával, szóval. Nem akartam annyira belekérdezni a dolgokba. Halili, igen. Azt szoktam mondani Lilinek, amikor beköszön, hogy Halili. Most figyeljetek, most az, hogy Halilili, azt kimondani, akkor már kimondom az, hogy Halili 6-szor. Olivier, nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Örülök neki, hogy ennyire pozitív érzéseket táplálsz irányomban.
ismerjük az Among Us. Szerintem ebben a 2020-as világban már mindenki ismer az Among Us-t. 2018-ban ez még egy valid kérdés lett volna, amikor kijött először a játék telefonra. Azt hiszem, hogy telefonra jött ki, és most kijött PC-re, most már szerintem mindenki ismeri a világon az Among Us-t. Én úgy gondolom. Na, amúgy jó kérdés. Oké, tehát akkor azt beszéltük, hogy ezeket egy kicsikét lejjebb visszük. Tehát a fehér szint egy kicsit lejjebb visszük, és a szürkét lejjebb szorítjuk. Úgyhogy ezt most megpróbálom megcsinálni. Szóval annyira meg nem szabad lejjebb szorítanom, mert akkor meg problémák lesznek később a, mondom, a vonalaikkal. GTA 5-öt azt viszont ismerem, de talán egyszer, hogyha játszottam vele tesómnak a gépén. Kriskó ott van a leírásban. A videósoknak érdemes a leírását meglesni. Tök sok mindent elárul. Melyik kedvenc falud a Minecraftban? A kedvenc falum a Tajga falu lenne, talán vagy a Tundra. Azok nagyon szépek. És mind a kettő Spruce Woodból van, amit én meg különösen szeretek. Tehát szeretek azzal építeni, úgyhogy nekem az plusz pont, hogy az van benne. Na, most... most azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy megpróbálom most hanyagolni egy icike-picikét a textúrázását ennek. Ha mondjuk itt ezt még nem teltem meg, mert ez itt még nagyon csúnya. Tehát, hogy... Szóval lehet, hogy egy kicsikét hanyagolom, és akkor áttérek a részletezésre, mert azért érdekelne, hogy mégis hogyan lehetne ezt így megcsinálni valahogyan rendesen. Nem lenne rossz ezt így kitalálni. Na igen, és akkor itt szépen lejjebb visszük még itt a hátuljánál is ezt a fránya fehéret, legalább helyenként. Tehát azért az nem lenne rossz, hogyha legalább helyenként így foltokba lejjebb tudnánk szorítani. Annak tökre örülnék. Walter nem. Abszolút nem vagyok vallásos. Engem a szüleim úgy neveltek, hogy legyek nyitott a vallásokra, és gondoljak azt róluk, amit csak szeretnék. És apum például szerette a görög mitológiát, és sok olyan filmet nézett, amiből sok mindent megtanultam. És mondhatnám, hogy azok közelebb állnak hozzám, de az sem lenne igaz, mert azokban az istenekben sem hiszek, de hogyha kellene valamiben hinni, és azt mondanátok, hogy melyik vallásban akarok hinni, akkor azt mondanám, hogy az ókori görögben. Hát, hogy sok embernek kreatív a névválasztásban lehet. Igen, igen, kápolna ez. Ja, lehet, hogy ezért kérdezitek, hogy vallásos vagyok-e. Hívvel néztem is, hogy hogy jött szóba, hogy vallásos vagyok-e. Nem voltam benne biztos, hogy ez most hogy került terítik, de jó, persze, oké, igen, kápolnát építek, jó, bocsánat, az én hibám. Igen. Jep, nem vagyok vallásos. Miről maradtál le? Amit a képernyőn látsz. Még mindig ez rá a válaszom. Még mindig nem tudtok belőlem mást kiszedni. Csak is az, ami a képernyőn van. Az történt eddig, és arról maradtál le. Na és akkor itt ugye én szeretnék ilyen kis picikességeket csinálni. Ide is, meg szerintem a másik oldalára is, de azt majd még meglátjuk. Na és akkor most itt jön az a része, hogy akkor mégis az oszlopokat hogyan hozzam létre, hogyan csináljam meg. Én arra gondoltam, hogy egyelőre maradnék ennél az egyszerű kis sémánál, hogy egy dimenzióba rakom ezeket a blokkokat. Tehát a falblokkokat a keretblokkokkal, mert nem akarom túlzásba vinni a kereteket. Viszont valamennyi keretre szükségünk lesz majd a tető miatt, ezt is meglátjátok, hogy miért mondom. Ezt itt nem fogom megépíteni, ezt a részét, ugyanis felesleges lenne, mert úgyis el fogja takarni ez a másik fal. Világi,
villámhálózatot sem gyártható, nem kérek tanácsokat, nem, és egy dolog miatt nem, mert szeretnék majd olyan videót készíteni, hogy mire használnám én az új 1.16-os blokkokat, csak nem most, tehát szeretném megvárni, hogy legyen több blokk. Úgyhogy azért nem szeretnék most semmiképpen tanácsokat kapni, mert tudom, hogy videósoktól veszitek ezeket az ötleteket nagy részben, és ezzel nincs is semmi baj, csak nem szeretném azt, hogy úgymond tudatosan már ismerve másnak az ötletét rakjam bele a videóba. Tehát nem szeretném. Úgyhogy ezért nem szeretnék ilyen tanácsokat hallani. Szeretném majd a saját ötleteimet én magam kitalálni. Köszönöm szépen egyébként, tudom, hogy jó szándék vezérelt, nyilvánvaló, csak nem. Ilyet nem akarok most hallani. Mert szeretném majd a saját ötleteimet bemutatni. Az a baj, hogy egy-kettőt már hallottam, ami nekem is tetszik, de ugye azokat, hogyha most magamtól eszembe is jutna, ki kellene hagynom, mert azért nem, tehát így, na, mégiscsak. Ha majd az ember egy kreatív csatornát vezet, tehát egy építős csatornát, akkor érdemes kreatívnak is lennie. Közben itt olvasgatom a chatet, igyekszem mindenkinek válaszolni. Nem lenne baj, ha megpróbálnám lemásolni? Spam, léci, ne. Tehát én a... Hogy is mondjam? A másolás ellen vagyok. Tehát szerintem, de ez látszik is, hogy én a YouTube-on is ezt nagyon elítélem, és a Minecraftos közösségen belül is nagyon elítélem, és nem támogatom. Tehát, hogyha megkérhetlek, akkor ne másod le, hanem lépj be a játékba, és építs valamit a saját ötletből. Tehát nekem az fontos, mert kritikus gondolkodásra tanít az, hogyha a saját ötletekből dolgoztok. Tehát magatoknak is jót tesztek azzal, hogyha nem másokat másoltok le. Akkor is, hogyha megjelölitek a forrást, szerintem felesleges másokat másolni. Vannak saját ötleteitek, csak bízzatok magatokba, és próbáljátok meg nem másoknak az ötleteiből dolgozni. Szerintem tényleg csak magatoknak tesztek vele jót. Szóval, ha lehet, akkor kérlek, ne másold le, építs sajátod. Azt nézem, hogy ezt így hogyan tudnám megoldani, mert szeretném, hogy ez ilyen legyen, csak lehet, hogy közben meg mégsem szeretném, hogy ez ilyen legyen. Úgyhogy lehet, hogy ez nem lesz ilyen. Na hát. Halloween építős live-on ott volt az egyik osztálytársam. Na, ez szuper, ennek örülök. Mostában milyen stílusban építesz, Pörki? Változó, tehát erre most nem tudok nagyon válaszolni. Most az utóbbi napokban visszatértem egy olyan kis valamennyire semleges területhez, ami nem más, mint ez az ilyen középkorias fantazis építgessünk. A jövő heti videómban láthatjátok majd azt az építményt, amit építettem. Semmi extra, és pont ez a lényege, vissza akartam egy kicsikét térni a gyökerekhez, mert ugye régen nagyon sok ilyen építményt csináltam, és most akartam valami olyat, aminek a koncepció a lényege, és nem az, hogy az egész önmagában egy teljes és varázslatos és jó kis építmény legyen, tehát az egésznek most az lesz majd a lényege, ezt úgyis meglátjátok, hogy van egy alapkoncepció, nem mondom el, hogy mi az alapkoncepció, de valamilyen mobnak építettem külön azt a kis falut, és ez egy picike falu, néhány házból áll, tehát mondom, valami nagyon-nagyon egyszerűt szerettem volna csinálni ezúttal, de úgyis meglátjátok majd, hogy mi volt az. Többet nem árulok el, majd meglátjátok, jövő héten. Kedvenc magyar videóst most így azért nem fogok mondani, mert ha mondok valakit, akkor lehet, hogy az valaki másnak, akit szintén nézek, nem fog annyira jól esni, meg stb. De... ja. Nincs kedvencem. Akiket nézek, azokat egyformán szeretem. Erre talán ez a legpécébb válasz, amit így el tudok képzelni. Múltkor túléztem, és 2 órán keresztül nem találtam meg a megfelelő helyet az építésre. Tudsz valamilyen tanácsot adni? Én azt mondanám, hogy ha nem akarsz nagyon a környezetből inspirálódni, akkor akár tökéletes lehet egy egyszerű mezei kis síkság, viszont próbálj meg keresni egy mega tajgát. Azt a tajga fajtát, ahol ilyen 4 vastagok a fák, tehát így... Ja. Oké. Okay.
Jó, ez nem lesz rossz, talán jól fog kinézni a végére. Melyik a kedvenc biomod? A kedvenc biomom az a korallos. A korallbiom, az 1.13-ban jött be, de hogyha amúgy kérdezed, akkor a tajga, a megatajga azok nagyon szépek. A mészát pedig túlélőben szeretem, anyaggyűjtésre oda soha nem építek. Nenesz, ott van a címben. Az, hogy mit építek éppen. Nem vagyok még biztos abban, hogy ez így fog majd a végén kinézni. Ugye azt még itt tudni kell, hogy én ezt itt meg fogom magasítani, ezt a részt. Ugyanis itt lesz egy ilyen kiugró tető féle forma fajta. Meglátjátok majd, hogy ez pontosan mit akar. Én se tudom még. De együtt majd kitaláljuk. Tehát itt lesznek ilyen tetők. Meg itt is ugyanígy. De itt is, ugye azt hiszem, hogy 7, és akkor itt talán 2, 3, 4, 5, 6 és 7 talán. Aha, ez így jónak tűnik. Jó, szuper, akkor valószínűleg ez így lesz, és akkor megmagasítjuk szépen az egészet. Yep. Közben azért igyekszem ám olvasgatni a chatet, csak közben most látom, hogy top chatre van állítva, és nem live chatre, tehát nekem így tök sok minden eltűnik. Kedvenc szavam és filmem. Kedvenc szavam? Nincs kedvenc szavam, kedvenc filmem. Az ilyen pszichológiai thriller filmeket szeretem. Azon kívül nem nagyon tudom, mi lehet a kedvenc film. Most ilyen fogós kérdés, mert mindig más, mindig az, ami éppen a legjobban tetszik. Tehát én nekem ilyen szempontból ugye képlékeny a véleményem, mert mindig azt tetszik, amit éppen a legjobban kedvelek, ugye most jelenleg a Hunting of Bly Manor. Tehát én a Hunting sorozatot, és ez nem egy film, hanem egy sorozat, 2 évadad van, nagyon szeretem. Ugye a Halloween-i film, amit csináltunk, az is nagy részben arról inspirálódott, a Hunting of Bly Manorről, és azt nagyon-nagyon szeretem. Na most azt nem döntöttem még el, hogy ebből a kockázatból csinálom-e majd a tetőt, vagy ebből. Ugye nem tudom, hogyha egymás mellé rakom őket, akkor mondjuk, hogy ez mennyire nézne ki jól. Mindjárt meglessük, mondjuk. Vagy ez. Lehet, hogy ez talán jobban nézne majd ki, mert cserepesebb a mintája. Ennek viszont kevésbé. Úgyhogy most az lesz, hogy én megpróbálom szépen összehozni ezt a dolgot. Ugye ez az ilyen tervezésnek a hiánya, azért ez mindenképpen meg fog látszani. Kockázat jobban tetszik. Aha, egész jó, igen. Animét és mangát. Nem szeretem Hanna Crafty. Nem szeretem sajnos. Így egyből így a feliratkozóinknak a számait droppol. Ne, talán nem ilyesmi alapján ítéljük meg a videóst, de igen, nem, abszolút nem vagyok oda a japán rajz stílusért, de alapból a rajzfilmeket szeretem. Valamiért ez nekem, tehát az animék azok nem jönnek be. Nem a kedvencem. Ettől függetlenül nyugodtan you do you, tehát hogy azt csináltok, amit csak szeretnétek, de én egészen biztosan nem leszek fogyasztója a mangáknak és hasonlóknak, de látom azt, hogy az emberek miért szeretik, tehát meg tudom érteni, hogy miért szeretik az emberek annyira. Csak én nem vagyok oda érte. Tehát ugye ez nyilvánvalóan ízlés kérdése. Itt most mit csináltam? Senki nem tudja? Jó, mert én sem. Ó, aha, ja de, most már tudom. Mi azt nem, hogy egy francia építész megint egy helyi a kápolnád. Ja, csak nem. Ezek a fránya francia építészek, mi? Lehet, hogy sokan nem tudjátok, de részben francia vagyok, szóval... Részben én is francia építész vagyok, na. Én nem ismerem a Narutót. Tehát én azért az ilyen alapokat nagyjából névről így ismerem, de abszolút nem voltam fogyasztója ilyesmiknek. Én a Jetixen néztem régen a Witch nevű amerikai ilyen anime rajz stílusban meg
csinált csodát, tehát nem tudom ezt máshogyan fogja hívni. Nekem nagyon tetszett az például, lehet, hogy amúgy meg az anime kedvelőknek, meg a Mumusa, de egy amerikai, alapból egy olasz képregényből készült, és egy amerikai anime szerűség. Azt például néztem, azt szerettem, leginkább azt mondanám, hogy azért, mert mindenki más szerette, és nagyon-nagyon sokan nézték, tehát ez az én korosztályomnak szerintem az ilyen, nem tudom, a kinkje volt a Witch, és meg is tudom érteni, hogy miért szerettük, meg a Totally Spice, tehát a Született kémek, hát az arról nem lehetett szerintem minket lepattintani, tehát fiúk, lányok egyaránt nagyon szerették, és igen, ennek volt is egy ilyen kultusza szerintem nálunk a mi korosztályunkban. Okli-dokli. Közben itt egyébként nézegettem, hogy hogyan tudnám ezt a kápolnát megcsinálni. Na szóval, oké, beszélgessünk. Az eredeti ötlet az volt, hogy ez egy középkori kápolna lesz, nem fantasy kápolna. Vagy hogy nem lesznek fantasy elemei, mert nyilvánvalóan nincsen olyan fantasy kápolna, de hogy nem lesznek fantasy elemei. Viszont ahogyan elkezdtem ezeket az új színeket használni, hogy rájöttem, hogy a fehérhez, ehhez a fajta fehérhez nem illene szerintem a sima fantasy. Ugye ahhoz teljesen szürkének kellene lennie, ugye amit az elején is mondtam, hogy olyanra kellett volna megcsinálnom. Csak ugye nem olyanra csináltam meg, úgyhogy most egy kicsikét máshogyan néz ki. És ezért én úgy gondolom, hogy jobban állna neki, hogyha megpróbálnánk egyfajta fantasy stílusban felhúzni. Hogyha ez nem működik, akkor lehet, hogy... Ja nem. Most akartam mondani, hogy akkor lehet, hogy replace-elem a blokkokat, de mivel nincsen word editem, mert ez egy snapshot, ezért most vagy belerohanunk a vesztünkbe, vagy eltaláljuk. Nem tudom. Annyi, hogyha most kápolnát csinálnék, hogyha őszinte vagyok, akkor valószínűleg nagyon sok blackstone-t csinálnék, vagy használnék, nagyon-nagyon sok oszlopot csinálnék, de nem akarom most azt, most a vadonatúj blokkokat akarom használni, legyen akármilyen katasztrofális is a végeredmény. Nincs olyan, hogy fantasy kápolna, most már van. Hát most már van, látod. User-t némítsuk. Szia Walter, örülök neki, hogy visszatérte. Közben olvasgatom a chatet, hogy tudjak nektek válaszolni a kérdéseitekre. Most jöttem, mit építesz? Ott a címben. Valami más. Bogira, nem beszélek németül. Nem beszélek németül. Sajnos. Mi volt az első építményed? Egy modern stílusú hotel, ami tőlem egyébként eléggé meglepő, mert én modern stílusban már nem alkotok egyáltalán. Tehát, hogy ez teljesen eltűnt nálam a modern. 2018-ban töltöttem föl márciusban azt hiszem az első videómat, és az egy ilyen építmény volt. Még meg tudjátok nézni, ott van a legutolsó videóm, mert ugye a legelső, de hogy a listában a legutolsó videóm, amit megtaláltok tőlem, holott érdemes. Örülök neki, hogy feliratkoztál, Bálint György, kedves vagy, üdvözöllek. Hallani már hallottam róla az ang legendájáról, de nem láttam. Egy néhány másodpercet talán így összesen belőle. Annyira nem... Mondom, tehát most mondtam, hogy nem ismerem ezeket az animéket, meg a hasonlókat. Most lehet, hogy jön valaki és leszedi a fejemet, és azt mondja, hogy ez nem anime, hanem hachuku, mert hogy nagyon sokféle ilyen izé van. És kitaláltam valami random szót, és... tehát, hogy... Nagyon-nagyon sok műfaja, alműfaja van ennek a... Hát mint a legtöbb stílusnak nyilvánvalóan ugye az animének és a mangáknak is. És ja, de nálam a Naruto az anime, remélem, hogy amúgy is az. Mert hogyha nem, akkor szétszedtek, tudom. Hát csukú. Jó, most csak eszembe jutott valami ilyen hangzású szó, aztán bedobtam azt. Csak bedobtam azt, ami először eszembe jutott. Nem, mondjuk ez itt úgyse fog látszani, mert pont kívül van. Mindegy, megnézzük.
Odaértem volna a cím, hogy Fantasy Capon, mert ez tényleg átvág abba most már, bocsánat. Közben köszönöm szépen srácok a feliratkozásokat, hogyha esetleg még van itt valaki, aki nem iratkozott fel, de úgy gondolja, hogy alapból tetszik neki az, amit csinálok, az nyugodtan iratkozzon fel, nagyon szívesen veszem a feliratkozásokat, valamint lájkoljátok ezt a streamet, hogyha esetleg még nem tettétek. Látom, hogy nagyon sokan lájkoltatok már, és ennek nagyon-nagyon örülök, nagyon jó fejek vagytok, és tényleg sokat jelent, mint videós, meg mint így magánszemély is, nyilvánvalóan ugye látni az embereknek a támogatását és szeretetét, szóval őszintén köszike, aranyosak vagytok. Na és akkor, ja nem, még itt van ez. Érdekes. Oksi. Ezt még itt megcsinálom. Amúgy most veszem észre, hát itt nekünk lesz majd még egy tornyunk. Szóval, ha valakinek esetleg toronymániája van, akkor ne aggódjatok, torony is lesz rajta. Ne tessék pánikolni, mindjárt rakom is föl a tornyot, csak össze szerintem befejezem a tetőt. Utána meg majd ablakozunk, tehát utána jönnek majd az ablakok. Jól van, Nagy Bettina, nyugodtan nézd meg. Legtöbb régebbi videómat egyébként egy lejátszási listában találod meg a csatornámon, ugye ott nyilvánvalóan a lejátszási listák között. Mégpedig azért, mert elraktam nyilvánosból őket, mert már nem tartottam fontosnak, hogy ott legyenek, mert nem tükrözték a mostani munkámat. Tehát meg tudod nézni, a lejátszási listában Blue Omega régi videók címen megtalálod, ugyanis ez volt a régi nevem. Blue Omega. Organik faépítéshez figyelj oda az ágakra, és csinálj sűrű ágakat. Ne a lombon gondolkozz, amikor a törzset építed, hanem az ágakon. És az sokat fog neked segíteni. Töltök magamnak egy pohár vizet, addig nyugodtan írjátok. Nem szeretnék hardcore csenge, a hardcore nem nekem való, nem szeretek folyamatosan attól félni, hogy meg fogok halni, mert én azért nagyobb dolgokat szoktam építeni a világomban, és úgy gondolom, hogy nem szeretném azt, tehát nem lenne nekem élvezetes az a játékmenet, ahol folyamatosan attól félek, hogy elveszítem azt a világot, ahol több órányi építésem van. Tudom, hogy sok hardcore-os videós azt csinálja, lehetett hallani ilyenekről, akkor inkább azt mondom, hogy mielőtt elkezd felvenni egy részt, azelőtt elmenti a világot, és hogyha meghal, akkor mint hogyha mi se történt volna, újra kezdi a résznek a felvételét abból a mentett világból, szóval amúgy meg sem halt. Én ezt nem szeretném, és máshogyan viszont nem lehetne elkerülhető az, hogy ne féljek folyamatosan a haláltól. Szóval én nem nagyon szeretném ezt. Hogy... ez legyen. Tehát egyiket sem. Tehát csalni sem szeretnék, és félni sem szeretnék folyamatosan. Úgyhogy én maradok a vanilla túlélőnél. Tudom, hogy a mostanában népszerűbb, ugye, a hardcore. Meg is értem, hogy szeretitek azt nézni. Én nem vagyok az a nagyon trendkövető. Tehát, hogy minél többen nézzenek, mert trendi dolgot csinálok, szerintem az hosszú távon nem megfelelő. És aki esetleg most kezdi a YouTube-ot, vagy bármi, annak mondanám, hogy ne menjetek mások után. Ne menjetek a trendire. Ne kezdjetek csak azért YouTube csatornát, hogy Among Us-ozzatok, mert az most menő. Higgyétek el, hogy hosszú távon nem lesz jó. Ezek a csatornák általában, akik arra mennek rá és azt játsszák, hogy ami most a menő, azok egy idő után lehullanak, elhullanak, nem nézi őket senki, mert ezek a játékok kimennek a divatból, és azok az emberek sem fogják nézni az új tartalmat, akik amiatt a játék miatt iratkoztak fel, ami már 2 éve volt, és már kiment a divatból. Szóval remélem, hogy érthetően fogalmaztam, nem tudom, hogy érthetően fogalmaztam, de nagyjából ez a gondolkodás menetem nekem, hogy nem érdemes azért mondjuk YouTube csatornát indítani, hogy valami olyasmivel játszatok, ami most trending. Nyilvánvalóan ugye kivétel ez alól tehát az a videós, aki eleve egy ilyen csatornát indít, tehát eleve ezzel a koncepcióval indít. Ez kicsikét más, de általánosságban szerintem elmondható, hogy ezek a csatornák nem élnek hosszú ideig, akik a trendingre mennek rá. Na most, hogy ezt itt hogyan fogom, azt nem tudom. Na jó, először csináljuk meg ezt, és utána hozzáigazítjuk a többi picit, mit szóltok hozzá. Micsoda a kedvenc mitikus lényed? A Windigo. Abszolút a Windigo a kedvenc mitikus lényem. Hogyha esetleg nem ismered, és szereted az ilyesmit, akkor nézz utána, a Windigo egy nagyon-nagyon érdekes lény. Mesélhetek róla, én szeretek ilyesmiről mesélni. A Windigo az egy ősi indián legendából ered. Most ilyen nyilvánvalóan megvan a pszichológiai magyarázat annak, hogy a Windigo legenda miért alakult ki. Arba most nem menjünk bele.
látom, hogy belemehetek. Nem tudom, hogy mennyire vagytok gyenge gyomrúak. A lényeg az, hogy a Wendigók olyan lények, ugye többféleképpen is megjelennek az indián mitológiában, akik valaha egy nagyon-nagyon nagy bűnt követtek el, és ez egymásnak a megkárosítása és elfogyasztásával kapcsolatos, nem akarom kimondani a szót feltétlenül, tehát egymásnak a megkárosítása, majd elfogyasztása miatt alakult ki, és a Wendigo vagy Windigo, ugye erre 40 vagy 42 fajta kiejtést számolnak. Wikipedia-n utána lehet nézni, hogy én sem vagyok ilyen okos, én is onnan néztem még, amikor nagyon utána néztem ennek a dolognak, tehát én is onnan tudom, hogy erre emlékszem. Tehát 40, 45 vagy 42 valahogy így féle kiejtése és írásmódja van. Ugye, mondom, ezek ilyen lények, mítikus lények, akik folyamatosan éhesek, bármennyit is esznek, csak éhesek, és... Ja, félelmetesek. Keresetek utána, többet nem akarok róla mesélni. És nektek egyébként mi? Nagyon érdekel. Nagyon sok olyan dolgot hallottam mostanában mítikus lényekről, például japán mítikus lényekről, akikről még sose hallottam. Az ázsiai ilyen mitológiát annyira nem vágom. Tehát nekem annyiban ez kívül, hogy van a kék meg a piros WC-papír, ez egy japán ilyen modern mítosz, nem tudom, hogy urban legend pontosabban, ismeritek-e? Szia Varga Dávid, üdvözöllek a streamem. Közben olvasgatom. Meg tudod-e építeni a... Nem szeretném. Azt, hogy meg tudnám, ez egy olyan kérdés, hogy tehát idő és türelem kérdése, valószínűleg az első néhány próbálkozásra elrontanám, de utána valószínűleg a saját magam módján sikerülne, de nem szeretném, szerintem túl sok időt venne el az időmből, tehát túl sok idő lenne, és én úgy építek, hogy valami motivál. Tehát te most azt mondod nekem, hogy építse meg ezt, meg azt, akkor én azt nem tudom csak úgy varázsütésszerűen megépíteni, mert nem vagyok rá motivált, tehát nem hajt semmi, nincsen üzemanyagom. Viszont, hogyha valami megtetszik, mert valami inspirál, akkor az az üzemanyagom az építésben, és akkor nagyon könnyen megy. Most egyelőre legyen az tényleg, hogy megcsináljuk ezt a tetőt, aztán utána hozzá kapcsoljuk ezeket az elsőket. Mit jelent az, hogy Blue Omega? Kék Omega. Ennyit jelent. Semmi... Hátsó, vagy hátsó? Mi ez? Hát többletjelentése nincs. Nem azt mondja, semmi hátsó szándéka nincsen. Sárkány, azt mondja Bici Milán. Na, az tök jó, mert még felsoroltál egy csomót, csak a sárkány mondtad először. A görögöt szeretem, mondja Réka. Oké. Megnézem, hogy ki mit írt. If me, I speak Hungarian, I also speak English as a second language, I am currently learning English at the university of my hometown, but I also do Hungarian streams and videos, so I don't really speak in English during my streams, but I do speak in English in general a lot. So. back to Hungarian. Szóval, csak valaki kérdezte, hogy beszélek angolul, vagy hogy milyen nyelven beszélek, és elmondtam neki, hogy angolul is beszélek, csak nem. Egy streamek alatt nem. Medusa, aha, az tetszik. Az tök jó. Sűnik, de az nem állatokat sorolunk. Hello! Azért én is magyar vagyok, hát ennek akkor nagyon sok értelme volt, gratulálok. Barnabás, Főnix, na a Főnixet én már nagyon szeretem. Mióta megy a live, Rózi, mindig ugyanakkor kezdem a live-ot, 17 órakor, viszont jövő héttől már 16-tól fog kezdődni, tehát most már több mint egy órája, 1,5 órája megy a live. Nem haladtunk túlságosan sokat, de igyekeztem. Egy ilyen fantasy kápolna szerűséget fogunk építeni az új blokkokból. Annyit még hadd tegyek hozzá, hogy ezt fogom szerintem Prismarinnal gradientálni, ami azt jelenti, hogy fogom ezt is használni. Nem tudom, hogy mennyire fog majd beleilleni, de itt ezt a felső részt tervezem majd egy kicsikét megbabonázni vele. Meglátjuk majd, de egyelőre mindenképpen maradok ennél. Kedvenc állatod, a kutya vagy a macska? Most megkérdezted, hogy melyik a kedvenc állatom, és utána pedig választási lehetőség elé
helyeztél, hogy melyik a kedvenc állatod, a kutya vagy a macska? Egyik sem. Én a tengeri élőlényeket nagyon szeretem, és azok közül a Nautiluszt is a leginkább. Tehát én azt mondanám, hogy a Nautilusz a kedvencem. Kedvenc állatom. A csigás polip egyébként magyarul. Hogyha utána szeretnél nézni, és esetleg nem beszélsz angolul, akkor a csigás polip néven megtalálod. Phoenix és a sárkány. Na, az tök jó kiskó, az nagyon jó. Medúza. Na, a medúzákat annyira nem szeretem. Kagylók. Igen, a kagylókat én is szeretem, Lili. De most, tehát vissza a mitológiai lényekhez, ugye, amiről eredetileg beszéltünk. Igen. Szeretem a vindigókat és a főnixeket és a sárkányokat is. Hogy van Zsepi? Hanna, jól van Zsepi. Teljesen jól van. Ugye ő nem velem él, szóval így most nem tudom, hogy pontosan most mit csinál, de egészen biztos vagyok abban, hogy Zsepi cica tökéletesen érzi magát. Jobb dolga van, mint a legtöbb cicának, abban biztos vagyok. Mi volt ez a mitológiai duma? Lőrinc? Nem hiszem, hogy ez túl... Ez kicsit tiszteletlen, ez a duma. Beszélgetünk, tudod? Értelmes dolgokra. Mint az értelmes emberek így általában. Tehát, hogy nem csak butaságokról beszélgetünk itt, hanem igyekszünk értelmes dolgokról is csevegni. Nem tudom, hogy mi az Milám. Fogalmam sincs. Nagyon szép az építmény. Köszönöm szépen, Réka! Örülök neki, hogy tetszik. Lemaradtál, de akkor ne így fogalmaz, Lőrinc, hogy duma, mert az általában negatív értelmezése van, hogyha valakinek azt mondod, hogy mit dumálsz. És azt nem nagyon szeretem, mert én is megadom a tiszteletet nektek. És visszafelé is elvárom. Nagyon halk vagy. Hangosítsd feljebb, Benjamin. Nem vagyok halk. A telefonodnak az oldalán van egy gomb, amivel tudod a hangerőt szabályozni. Gondolom ezt tudod, csak kakasoskodom itt veled. Aranyos vagy. Minecraft fanok. Nem tudom, hogy mondod ki, csak így van leírva. Szia, mese, üdvözöllek! Gergely, sok sikert neked az építéshez. Örülök neki, hogy elkezdtél építeni. Köszönöm, Anasztázia. Kedves vagy. Örülök neki, hogyha így gondolod. Nem halk, csak szelíd. Ugye, László? Ugye? Nem úgy, szerintem nem vagyok halk, de hogyha úgy gondoljátok, hogy hangosabban kellene beszélnem, akkor mindenképpen szóljatok meg. Tehát most újra kellett telepítenem a múlt héten a Streamlabs-emet. Azért elképzelhető, hogy halkabb vagyok, mint ahogyan eddig az be volt állítva. Szóval én ezt meg tudom majd nézni a következő streamre, de addig nem nagyon tudok vele mit csinálni. Mégpedig azért, mert Snapchatban vagyok, és a Snapchatot valamiért nem szereti a laptopom, és hogyha bezárom ezt az ablakot, és átlépek a Streamlabs-be, akkor bezárul az egész. Tudom, nem túl kellemes, de nem tudok vele mit csinálni. ez a probléma van. Szóval ma nem nagyon fogom tudni állítgatni már a hangerőt, mert már kétszer sikerült vele leállítanom az egészet. És azt meg nem szeretném most megkockáztatni, mert azért elég sokan néznek ahhoz, hogy ne akarjam őket megváratni. Nyilvánvalóan azért jöttek ide, hogy építést nézzenek, akkor építést kapnak. Szeretem a virágokat. Igen, és a tulipának kedvencem, Csenge. Jól néz ki a tető. Köszönöm szépen, Jegesta. Örülök neki, hogyha tetszik. Igyekszem majd még rajta variálni. Nekem egy kicsikét snasz. Főleg ugye ezzel a színnel, de meglátjuk. Meglátjuk majd, hogy mit tehetek az ügy érdekében. De örülök neki nagyon, hogy tetszik neked. Ez tök szuper. Oké, azt még itt... Szóval ezt itt még nem nagyon szabadna elfelejtenünk. Ki kellene jelölnöm, hogy itt lesz egy oszlop. Tehát itt. És magasabb lesz ennél jóval. Tehát lehet, hogy azt is kijelölöm, hogy kb. Mennyire lesz ez magas. Eléggé magas lesz. Hát... Ja, kb. Így. Tehát ki akarom magamnak jelölni, hogy lehessen látni, hogy mégis mi van, mert itt nem fogok annyira építkezni, ugye itt tetőügyileg, úgyhogy meglátjuk majd,
Nagyon szép lesz, csak így tovább. Köszönöm szépen, Bulcsú, jó fej vagy. Mi a kedvenc növényed? Kedvenc növényem, nos, hát a kedvenc virágom, ugye, mint az előbb mondtam, az a tulipán. De hogy mi a kedvenc növényem? Ez a kérdéssel megfogtál, mert ugye nagyon sokféle növény van, tehát nem csak a virágok növények, és mindegyik nagyon érdekes. Elképzelhető, hogy valami fafajta lenne, vagy valami páfrány. Én nagyon-nagyon szeretem a páfrányokat, tehát ezt valami érdemes tudni, nem tudom miért, de érdemes, hogy szeretem a páfrányokat. Tehát én a páfrányokat, azokat szeretem, azokat fangörlölöm. Nem vagyok teki, Gergely. Nem vagyok teki, papagáj vagyok. Láttam, hogy kérdezted, hogy teki vagy, nem vagyok teki. Nem lesz a moziban Mind Cinema. Mihály, ez nem igaz. Lesz moziban Mind Cinema, csak el lesz halasztva. Tehát légy szíves, az ilyen fals dolgokat ne írjuk ki. Lesz Mind Cinema, de nem most. Elmarad, el lesz csúsztatva, de lesz még. Tudom, hogy jó szándékból írtad, csak ne írj ilyet, mert esetleg aki már vet jegyet, az most megijed. Nem, erről értesíteni fogunk titeket. Nem mi miattunk, a legújabb kormányrendelet miatt most előreláthatólag 30 napos, de akár 90 napos lezárások is lehetnek. Úgyhogy légy szíves, kérlek szépen titeket, hogy várjátok meg a hivatalos információt ezzel kapcsolatban. Lesz hivatalos információ hamarosan, azt hiszem, hogy holnap, de nem vagyok benne biztos, hogy holnap, de mint hogyha holnapot mondtak volna, lesz hivatalos info is róla. Tehát már ki van rakva a Mind Cinema oldalára és a biztosan a Sima oldalukra is, meg a Facebook oldalukra is, meg az Instagramjukra is, hogy el lesz csúsztatva, de nem marad el. Tehát a jegyek azok érvényesek lesznek a következő vetítésre is. Szóval nyugalom. Annyira satisfying hangja van, amikor leteszed a rezet? Igen, igen, Mirella. Szép a neved egyébként. Ismerem Dreamet, szerintem. At this point mindenki ismeri. A Mine... Nem Mine... Mine azt mondom, Mine Cinema. Tehát a Minecraft Live óta nem a kedvencem, az egyértelmű. Kicsikét rakoncátlan volt Dream. Nagyjából annyi, semmi komoly amúgy, hogy... kispemelte Twitterre, hogy mindenki szavazzon a Glow Squidre, és emiatt valószínűleg több tízezren szavaztak a Glow Squidre, olyan emberek is, akik alapból vagy nem arra szavaztak volna, vagy másra szavaztak, vagy egyáltalán nem szavaztak volna. És ő a Twitter oldalára a szavazás alatt kispemelte ezt. És több mint valószínűleg ez is közrejátszott abban, és tehát, hogy az a mob lett választva. Viszont ez nem volt szép. Az, hogyha kírja mondjuk egyszer, vagy kírja, hogy ő azt választja, ezzel nincsen semmi baj, mert más videósok is elmondták, hogy mit választanak. Azzal volt a problémája sok embernek, köztük nekem is, hogyha őszinte akarok lenni, hogy ezt ki spamelte, tele volt a Twitter vele, tehát ki spamelte, hogy biztosan minél több emberhez eljusson. És azt spamelte ki nem az, hogy ő mire szavaz, hanem az, hogy vote Glow Squid. És utána pedig azt ígérte, hogy Twitteren bekövet mindenkit, aki a Glow Squidre szavaz. Ez nem etikus. Egy, hogy nem is csinálta meg. Kettő, hogy miért is, tehát ez már bocsánat, de ez korrupció, tehát igen. Tudom, hogy ez nem túl komoly téma, egy szavazás nyilvánvalóan egy ilyen témában, de szerintem nem kellene ilyesmire ösztönözni az embereket, főleg nem a nézőközönségét, akik, tehát hogy ismerjük el, fiatalokból állnak. Tehát neki felelősség teljesebbnek kellett volna lennie szerintem ebben a témában. Kván, örülök neki, hogy tetszik. Őszintén kicsit más hatású szerettem volna, de még nem végeztem, tehát ez még alakulni fog. Igen, srácok, ne hirdessünk dolgokat.
Ja, csak megkérdeztem, hogy mit gondolok róla. Ja igen, az annyi srácok, hogy más videósokról, más videósoknak a streamje alatt ne nagyon írogassatok. Szerintem senki nem szereti, plusz akkor már ide jöhetnek olyanok is, akik azt mondják, hogy ó, iratkozz fel rám, nézd meg a csatornán. Tehát akkor már jön az önreklámozás is, hogyha videósokról van szó, hogy ó, én is videós vagyok, és akkor iratkozz. Hát ezt próbálj meg elkerülni. Hogy mit gondolok Gera Craftról? Én őszinte leszek, én az ő videóit nem nagyon szeretem. Nagyon szépeket épít, ügyes, de nekem ő, hát ő nekem, hogy mondjam, túl epic nekem az, amit így csinál. Túlságosan teátrális, túl színházi, túl, nem tudom, nekem valahogy a stílusa annyira nem tetszik, a beszéd stílusa például, de amúgy abszolút minden tiszteletem az övé, mert nagyon ügyes. Tehát nagyon-nagyon szépen épít, és sok munkát fektet a videóiba, szóval abszolút elismerem. Csak én személy szerint, mint magánember azt tudom nektek mondani, hogy én nem szeretem. Milyen GUI beleításokkal játszom? Ez egy nagyon jó kérdés. Azt hol találom? Gondolom itt. GUI skill? Nem tudom. Nem tudom, hogy pontosan mit szeretnél látni. Gondolom a videókba, a video settingsbe szeretted volna látni a dolgokat. Ezekkel játszom, meg tudod állítani, hogyha szeretnéd. Volt valaki, aki kérdezte már, hogy mivel játszom, és annak az illetőnek azt mondtam, hogy kérdezze meg tőlem a live alatt, mert akkor meg is tudom mutatni. Szóval lehet, hogy te voltál az, akkor tessék. Mire mit reagálok? Szeretem a horrort. A horror az a kedvenc filmes műfajom. Úgyhogy igen. Igen, abszolút. Abszolút szeretem a horrort. Na szóval, aki kérdezte, hogy hol lesz a bejárat? Itt. Csak ameddig a gradientet csináltam, addig nem nagyon akartam belenyúlkálni ebbe. Tehát itt ezt majd szépen meg fogjuk csinálni, de egyelőre marad ez a kis akármilyen. Nagy Gergő, én szerintem 2 éve nem mesteremcéztem már. Ó, László, remélem, hogy jól vagy. Most már remélem, hogy minden rendben van. Gondolom, remélem tényleg. Te úgy szereted, Anti? Jól van, oké. Köszönjük, hogy megosztottad velünk. Igen, Márton, tudom, hogy mi ez a kakapó. Bodam, hagyd csak itt, gondolom, partnert keres magának, és azért írta ezt ki. Mindenki tudja, hogy őt kell keresni ilyen ügyben. Guba, hogyha nem írtad volna oda, hogy ezt léci, olvasd be, akkor lehet, hogy be is olvasom. Nem tudom, ezt neked kell eldöntened, András, hogy mit gondolsz. Hardcore sorozat, nem. Minecraft fanok, nem. Nem. Most gondolkozom, hogy itt ezzel a résszel mit csináljak. Ki is fogom találni hamarosan. Kedvenc Minecraft vidisem. Azt azért nem mondom el, mert az ő streamén ott szoktam lenni, és ott még nagyjából nem tudnak arról, hogy videózom, ez egy külföldi videós, és ezt szeretném is megtartani. Tehát szeretnék én is nézőként létezni valakinek a streamjén, szeretnék valakivel úgy beszélgetni, hogy én néző vagyok, és senki nem látja, hogy mit írok, meg stb. Tehát valahol én is szeretnék néző lenni, ezért nem mondom el, hogy ki a kedvencem. Tóth Zsombor, amit itt látsz. Mi a kedvenc horrorfilmed? Georgina, ez eléggé sűrűn változik. Mégpedig azért, mert minél több filmet látok, annál jobban tetszik a következő, annál jobban fel vagyok arra készülve, hogy mit láthatok, és hogyha meglepnek, akkor az jobban tetszik, mint az előző, meg stb. Tehát ezer faktor van, ami változtatja a véleményemet. Úgyhogy ezt most így nem tudnám neked abszolút megmondani, hogy ki a kedvenc, vagy mi a kedvenc horrorfilmem.
De például tudok kedvenceket felsorolni, csak hát, hogy annyira az nem családbarát. Tehát mondjuk horrorfilmekről beszélni. Oké, akkor most olyan horrorfilmet mondok, amiben nincsen vér. Jó? Tehát ami család, idézőjelben családbarát. Tehát ott van például, amit szeretek, ez itt rájöttem, ez itt nem jó. Tehát ott van mondjuk például az The Others, a más világ, talán az a magyar címe. Azt nagyon szeretem. Gondolkozom, hogy mik vannak még, mert vannak még, csak... A legtöbbet nem tudom elmondani. Amúgy nem szeretem a feleslegesen kaszabolós filmeket, úgyhogy erre most nem nagyon tudok mit válaszolni, mert azért a legtöbb horrorfilmben van vér, de a felesleges kaszabolást azt nem szeretem. Inkább a pszichológiai horrorokat szeretem. Hogyha valakinek eszébe jut valami jó, akkor azt nyugodtan írja le, de csak akkor, hogyha nincsen benne mondjuk vér, vagy öldöklés. Ugye a horrorfilm nem feltétlenül erről szól. Boldog névnapot a Szilviáknak, mondja Dániel. Na hát, de kedves vagy. Igen, igen, nekik boldog névnapot kívánok. A rockról, mint műfajról. Attól függ, hogy melyik, például klasszikus rockot szeretem. Tehát, hogy mondjuk Queen, tehát őket például szeretem. Attól függ, hogy mikre gondolsz. Attól függ, hogy a rock az sokféle lehet. Most már így elkezdtem csinálgatni az ablakokat, így amiközben beszélgetek veletek. Az Azt című filmet, azt láttam. Szerintem az nem is annyira véres, hogy ne lehessen esetleg róla akár családbarát kereteken belül beszélni. Nekem alapból az Aznak az első része jobban tetszett. A második is nagyon jó, csak ott már vannak olyan elemek, amik szerintem feleslegesek, nem ijesztőek, és nem adnak hozzá a történethez, meg a könyvben sem voltak benne. Szóval egy kicsit érdekesre sikerült az Aznak a második fejezete, de tetszett, tehát így overall nekem tetszett az, és biztosan újra fogom nézni. Tehát attól függetlenül, hogy vannak dolgok, amik nem tetszettek benne, összességében elmondhatom, hogy egy jó kis film volt. Miért Perky Parrot az én nevem? Hú, ezt minden streamben legalább háromszor el kell mondanom. De nem baj, az újak úgyse tudják, vagy azok, akik nem nagyon sűrűn néznek fel ide. Az én nevem az onnan jött, ugye szeretem az alliterációt, tehát ez az első lépés. Az alliteráció az egy költői kép, az a kedvenc költői képem, az, amikor a költő úgy ír le két szót, hogy ugyanazzal a betűvel kezdődik mind a két szó. És... ez az alliteráció. Ugye papagáj, ugye ez a parrot, az azért lettem, mert a szüleim régen papagájt vettek nekem, papagájukat, amikor kis állatot akartam tartani, mert úgy gondolták, hogy az a legjobb választás, és csak papagájom lehetett. Aztán később ugye lettek tengeri malacaim is, de több függetlenül csak papagájom volt az elején, szigorúan, és hát... ezért. A pörki meg ugye azt jelenti, hogy pajkos, csintalan, ami meg vagyok, tehát az meg azért lettem, mert ilyen kis pajkos csintalan vagyok, ilyen kis goofy, vicceskedős, poénkodós, kötekedős, hát ilyen kis, nem tudom, ilyen kis csintalan. Meg gyerekként is nagyon csintalan voltam, az biztos. Modos Minecraft sorozatot nem. Nem szeretem a modokat. A content modokat nem csipázom. Nekem rontanak a Minecraft élményem. Tehát én annyira nem szeretem őket. Kedvenc videósan vagy. Aranyos vagy, Google, köszönöm szépen. BTS, nem szeretem őket. Szerintem nem én vagyok a célcsoportja a BTS-nek, van egy olyan érzésem. Agymenőket. Az agymenők egy idő után egy olyan sorozattá vált, amit már azért néznek az emberek, mert hű, én értem, de okos vagyok.
Úgyhogy amire eljutott volna hozzám, addigra már hallottam róla olyan dolgokat, amik miatt nem érdekelt. Tudom, hogy amúgy tudományos, és tetszik az alapkoncepció, viszont sosem néztem. Úgyhogy őszinte leszek veled, nem tudom, hogy tetszene el nekem az Agymenők című sorozat. Érdekes az alapkoncepció, de biztosan nem fogom már elkezdeni nézni. Tehát a szitkomokkal én már végeztem. Tehát nekem az Így jártam anyátokkal volt az utolsó ilyen szitkom, amit így megnéztem. A YouTube megköveteli valamit, így gondolja, Örki helyesnek? Válaszolta ezt Ibor Tamásnak valaki. Megnézem, hogy mit írt. Kíváncsi vagyok csak, hogy mi volt a kérdés, mert jó, hogyha én is ilyesmikkel válaszolok. Az a baj, hogy nem látom, hogy mit kérdezett. Gondolom valami olyasmit. Minecraft update-em, Máté X az 1.13 volt. Abszolút az 1.13 volt a kedvencem. Számomra abban volt a legeslegtöbb érdekesség. Hello, Paula! Üdvözöllek a streamem. Most anyukám neve Szilvia. Na, hát akkor... Akkor neki boldog névnapot, mert ma van Szilvia, és ezt csak onnan tudom, amúgy nem követem a névnapot, mert névnapokat meg valaki írta. Szeretek-e olvasni, és hogyha igen, akkor mi a kedvenc könyvem? Alapvetően szeretek olvasni, de nekem van egy olyan... minek nevezem ezt? Érdekességem, tehát ADD-s vagyok, ADD, ami egyfajta hiperaktivitás, ami... Nem mozgásban jelenik meg, tehát nem mozgás alapú hiperaktivitás, hanem a gondolataimat és a fókuszomat nem tudom egy helyen tartani túlságosan hosszú ideig. És ez azt eredményezi, hogy a könyveknek az olvasásával nagyon-nagyon lassan haladok, és hamar elfeledkezem arról, hogy könyvet kell olvasnom, és elkezdek máson gondolkodni, miközben olvasok. És ez nyilvánvalóan egy könyv kiolvasás, akkor nem a legkellemesebb dolog, amit tehet az ember, és nem a leghasznosabb. Úgyhogy kevesebbet olvasok könyvet, mint amennyit szeretnék. Jelenleg a Hunger Games-nek a könyveit olvasom, most tartok a másodiknak az utolsó néhány lapján, tehát annyira a végén, és azt mondom, hogy a Hunger Games nagyon szeretem, valamint a Coraline című könyvet is olvastam néhány évvel ezelőtt, és az is tetszett. De... miket mondjak még, hogy elhiggyétek, hogy szoktam könyvet olvasni, attól függetlenül, hogy ADD-n van. Melyik könyvek tetszettek még? Mit tudok még nektek mondani, amik tetszettek? És ami családbarát, ugye nyilvánvalóan. Az például tetszett, de az nagyon nagy szenvedés, az nagyon hosszú, főleg egy ADD-snek. De ja, az igazi nevemet azt nem fogom elmondani. Jurassic Park egy könyv. Eredetileg könyvből kezdődött, és azt nagyon-nagyon szerettem. Azt gyerekként olvastam még, és ráadásul a második részével kezdtem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És nagyon-nagyon tetszett tényleg. 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7. Szuper. Szóval igen, a Jurassic Parknak én a második részével kezdtem a sorozatot, és először ismertem a filmeket, és abból is az elsőt, és a harmadikat. A második az kimaradt, a másodikat azt sokkal később néztem meg. Tehát gyerekként az ember annyira nem figyeli a számokat, csak Uber, akkor medinok vannak benne, aztán igen. Letölthető lesz a map. Ez a picike? Nem hiszem, hogy letölthető lesz. Viszont a túlélő világom egyébként letölthető lesz majd a csatornatagoknak, és már a tojásrangosoknak is. Csak ez a világ a tojásrangosoknak is már. Tehát, hogyha érdekeltiteket a túlélő világom, és szeretnétek megkapni a letöltést, akkor a 20. rész után, tehát ki kell emelnem, srácok, nem most, a 20. résznél megkapjátok a letöltési linket azok, akiknek van csatornatagsága. A tojásrangosok is, igen, a tojásrangosok is, tehát ez nem csak az arab papagájtól kezdve, tehát bocsánat, nem csak a gyémántarák tudják letölteni, ezt le tudják tölteni már a tojásrangosok is. Tehát, hogyha szeretnétek, akkor érdemes előfizetni. Hogyha szeretnétek. Igazából. Miért nem mondod el a nevem? Mert nincs, tehát nem tartozom névelszámolási kötelezettséggel senki felé, és mert nem szeretném.
Tehát felnőtt ember vagyok, élem a kis életem, és nem a Minecraft az egyetlen dolog, amit csinálok, és a jövőben szeretnék majd olyan munkahelyekre jelentkezni, ahol nem biztos, hogy jó az, hogyha az embernek van közszereplői státusza, tehát a nevemet nem szeretném elmondani egyelőre, ameddig esetleg a Minecraft nem a főállású munkám, de nem hiszem, hogy valaha az lenne, tehát annak nagyon-nagyon kicsike az esélye. Úgyhogy nem fogom elmondani a nevemet. Ezért sportra kell valamit, úszni nagyon szeretek, de egy ideje nem voltam már, amióta kijártam a középiskolát, és az sem ma volt, szóval nem is tudom, hogy azt mondhatnám meg. Kocogni szeretek, még azt nyaranként szoktam hajnalban, ilyen 5 óra körül. Pécsen élek, igen. 13 órakor holnap jön az új videó, és akkor fogjátok megtudni az építőversenynek az eredményét is. Hogyha azt kérdezted. Mert a kérdést nem láttam, csak a választra. Nagyon szívesen. Szervereken. Nem igazán. A nevem Pörkiperod. Így van, László. Ez így van. Becsületes nevem Pörkiperod. Ennyi, el tudod hinni, hogy ennyi feliratkozód lesz? Hogy el tudtam-e hinni? Na most erre én mindig azt válaszolom, hogy az ember, amikor elkezd videózni, vagy elkezd komolyabban videózni, inkább ezt mondom, amikor a legelső videómat feltöltöttem, akkor nem a feliratkozó szerzésre mentem rá, de ezt már elmondtam egy csomószor, hanem úgymond reklámozni akartam az építményemet, mert ugye azon a szerveren, ahol ezt építettem, ott meg lehetett látogatni egymásnak a telkét, és akkor a játék pénzzel fizetett az ember, hogyha ott lehetett, hogyha ott vehetett kis szobát, meg ilyesmi, szóval egy eléggé vicces kis aranyos dolog ez a szerverezés, de a lényeg az, hogy nem gondoltam volna, de amikor elkezdtem komolyabban videózni, akkor az volt a célom, nyilvánvalóan, hogy minél több feliratkozóm legyen. De nem olyan szinten, hogy bármit megtettem volna érte, hogy akár még szemen is köpöm magam azért, hogy több feliratkozóm legyen, azért ennyire nem vagyok elvetemült, de szerintem az a videós, aki azt mondja, hogy soha nem gondoltam volna, hogy ilyen számokat érek el, az nem biztos, hogy belegondol abba, hogy mi volt az elején a célja. Én nem azt mondom, hogy hazudik, mert ez ilyet nem mondhatunk csak úgy random egymásra, hogy hazudik. Nyilván nem hazudik, csak máshogyan értékeli most a szándékait, mint amikor elkezdte. És én nem akarom máshogyan értékelni a szándékaimat. Igen, sejtettem, hogy ha sokat videózom, akkor majd egyszer talán lesz ennyi feliratkozom, de abszolút nem lehet ezt így megjósolni, hogy pontosan mennyi. Vissza lehet majd nézni, rengeteg ez a felkiáltójel, és az ilyenért némítani szoktak a moderátorok, ez már spamnek számít szerintem, legalábbis a csetet egészen biztosan rontja. Kevesebb felkiáltójellel is észreveszem, vagy mi az kérdőjellel, igen, minden stream visszanézhető, de hogyha csak annyit megteszel nekem, hogy rálépsz a csatornámra, akkor láthatod, hogy kb. Minden második feltöltés egy stream. Tehát hetente egyet streamelek és egy videót töltök fel. Ami azt eredményezi, hogy a csatornámon hetente egy live van feltöltve és egy videó. Szóval egyértelmű, hogy igen, fel lesz töltve. És kaptál is 300 másodpercet, hát ezt sajnálom. Illés Márton, na hát gratulálok a tojás rangodhoz, mostantól fogod tudni a pörkimocsikat mind kommentben, mind pedig live-ban, live közben használni, és kaptál is egy kis jelvényecskét a neved mellé. Gratulálok. Kivette a könyvjelződet belőle a macska, na hát. Ez igen, kis szemtelen ez a kis csicsa. Köszönöm szépen, Dániel, örülök neki, ha tetszik. Mindig azt szoktam mondani, amikor valaki live közben mondja ezt nekem, hogy ígérem, hogy tudok jobban is. A live-ban az embernek szerintem nem az az elsődleges, hogy nagyon-nagyon gyönyörű tésődjöttje. Tehát nyilvánvalóan 2-3 órán van rá, nem fogok tudni olyat építeni, mint amit mondjuk hetekig, vagy akár napokig csinálok. De örülök neki, hogyha tetszik az, amit éppen most építek. Én tudom, hogyha lenne rá időm, akkor kidolgozottabbra is meg tudnám csinálni.
de a stream alatt nyilvánvalóan egy videósnak nagy célja az is, hogy szórakoztassa a közönségét. Egy, így maradnak itt. Kettő, így lesz szórakoztató egy stream, ugye? Ó, rosszat vettem magamhoz. Na hát. Oké. Hol van a sima? Megtaláltam. Yes. Így. Oké, talán ez így jó lesz. Kicsit furán néz ki, de... merre, vagy mire jársz Pécsen? Hagyjad, hogy mire járok Pécsen. Ó, köszönöm szépen a szupercsetet, Ill és Márton, nagyon-nagyon aranyos vagy. Köszönöm szépen a szupercsetet, kedves vagy. Valamint Walter Varga, gratulálok a tojás rangodhoz. Oké. Hogyha esetleg a letöltési link miatt jöttök tehát a túlélő világ letöltési linkje miatt, még egyszer mondom, srácok, a 20. rész után lesz letölthető. Tehát, hogyha csak amiatt jöttök, akkor azt érdemes lesz akkor megvásárolni, amikor mielőtt kijönne a 20. rész, a 19. rész körül. Mert aki akkor veszi meg, amikor kijön a 20. rész, az már nem fogja látni a letöltési linket, viszont aki akkor veszi meg, amikor kijön a 19. rész, akkor az a 20. rész előtt meg fogja kapni a letöltési linket. Tehát ezt, hogyha csak azért jöttök, nem szeretnék senkit sem átverni, úgyhogy most mondom, srácok, hogy akkor érdemes a 19. résznél megvenni a tojás rangot. Hogyha pedig azért jöttök, mert támogatni szeretnétek, akkor azt nagyon-nagyon szépen köszönöm, aranyosak vagytok, és nyilvánvalóan jó helyre fog menni a támogatás, ugyanis egy PC-re, egy számítógépre gyűjtök mostanában. Örülök neki, hogy tetszik, Tima, aranyos vagy. Nézi a macskád a live-ot. Na hát, Bettina, ez jó. Még én sem tudok ilyen jól építeni. Ja, miért, hogy amúgy így... Hát kicsit furán hangzik, hogy még én sem tudok ilyen jól építeni. Értem. Én nem szoktam ilyeneket mondani magamra. Hogy... Ez kicsit úgy hangzik, mint hogy olyan... hiper-szuper... mindenféle dolgokat tudna az ember csinálni. Persze érdemes, hogy... fontos, hogy az ember elismeri a munkáját, csak... nyilvánvalóan azért. Jó, én úgy gondolom, hogy... Itt fent csinálunk neki egy ilyet. Annyira sajnálom, hogy nem tudok shadert használni, mert ugye snapshotban vagyok, és itt még nincsen shade. Pedig tényleg jól néznek ki vele, csak... Nem baj, meglátjuk, hogy hogyan alakul ez. Örülök neki, hogy itt tudsz lenni, Zsófi. Okos macskati hét téma. Néha egyébként az enyém is leül ilyen dolgokat nézni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy tudatosan leül és nézi a streamet és élvezi, de hogy szerintem a macskák azok kíváncsi lények, és simán előfordulhat, hogy tetszik neki az, amit lát. Amúgy kb. Ilyen villódzó fényeket látnak a macskák meg a kutyák a monitorunkból. Legalábbis azt hiszem. F3-at nyomok-e? Igen. Tessék. Nyomtam egy F3-at. De te kérdezgeted az ilyen adataimat? Ez nekem kicsit furcsa. Mit szeretnél velük kezdeni? Mert te a GUI-omat is kérdezted. Nem muszáj ám ugyanúgy beállítani mindent, mint ahogyan nekem van. Vicces embernek tartom a magam. András, ezt mondtam, hogy ezt mindenki döntse el magának, hogy vicces embernek tart-e engem. Én alapból azt mondom, hogy van egyfajta humorom, ami valakinek tetszik, és valakinek nem. De mondjuk engem mindkét esetben kb. Idegen hagy a dolog, mert van akinek tetszik, és valakinek nem. Akinek nem tetszik, az nem hallgatja a humoromat, az kikapcsolja a streamet, vagy nem szól hozzám a való életben. De... Nem tudom. Azt mondom, hogy tehát van humorérzékem. Ha valaki mond egy viccet, akkor azon tudok nevetni. Akármennyire legyen mondjuk, nem tudom. Ura vicc. De az, hogy vicces ember vagyok-e, azt neked kell eldöntened.
hiszen te vagy a néző, én meg csak vagyok. Én meg csak a videós vagyok. Én nem számítok. Jó lesz. Örülök neki, hogyha tetszik. Érdekes lesz, inkább így fogalmaznék. Nagyon nem ilyenre terveztem. Tehát szeretném kívánni, hogy nagyon nem ilyenre terveztem a drágát. De a végére ilyesmi alakul belőle. Nem rossz, csak... Érdekesek a színek, de most ténylegesen az a legfontosabb, hogy használjam az új blokkokat. Most az elsődleges, a többi meg majd utána. Többi meg majd aggódom utána, hogyha valami nem tetszik. Megépíted el a skinet? Szerintem az egy eléggé fura dolog, hogyha valaki megépíti a saját skinjét. Nem tudom, miért érdemes skineket építeni, de nem tudom, nem építem meg a skinem. Erre most csak ennyi a válaszom. Nem építem meg a skinem. Nem. Most nem szeretném. Amúgy eredetileg arra gondoltam, hogy használhattuk volna azt az új üveget is. De úgy érzem, hogy eléggé kevés itt az olyan szín, ami azt megengedné, hogy azt használjuk. Nem tudom. Meglátjuk, de nem hiszem, hogy azt fogom használni, azt az új fajta üveget most. Meglátjuk. Nem biztos, hogy jó ötletnek tartom. Lehet, hogy furán néz neki. Az a fekete szín itt most. Tehát most már annyira elrugaszkodtunk a valóságtól, így paletta ügyileg, hogy nem hiszem, hogy még szükség lenne itt egyéb furasságokra. De hát aztán ki tudja, lehet, hogy ti meg teljesen máshogy gondoljátok, és szeretnétek látni, ahogyan... ez nem illene ide. Aj. Na fene. Ugye trapdoorokkal meg tudnám oldani, hogy itt azért legyen valamicske, de valamiért úgy érzem, hogy az nem illik ide, úgyhogy azt most nem fogok használni. Viszont esetleg ilyesmivel próbálkozhatok, és akkor ezzel kihozhatunk ide valamit. Valamicskét. Köszönöm, hogy felismertek a kapot. De most, tehát... igen, felismered, de nem mindenki fogja, ugye, mint ahogyan írtad is, hogy megkérdezted egy csomó embert róla, és hogy ők nem ismerték fel. Ugye most nálunk nem őshonos, szóval nem hiszem, hogy kötelessége az embereknek feltétlenül felismerni. Nyilván nem Magyarország létezik, csak a világon, és más élő lényeket is érdemes azért ismerni, nem csak azt, ami nálunk van. De nem hibáztathatod őket, hogyha esetleg nem ismerik. Oké, és akkor itt lenne az ajtó. Itt lenne az ajtó, hogyha lenne ajtó, csak ugye nincsen ajtó. Már miért is lenne? De majd valamit kitalálunk ide is, csak mondom, egyelőre a színekkel akarok barátkozni. Egyelőre a színekkel. Az még. Azokkal még nem vagyok teljes mértékben kibékülve, de itt lesz majd az ajtó. Valószínű. Valamilyen dimenziót nagyon szeretnék ennek az építménynek adni, mert egyelőre eléggé dimenziómentes. A keróni. Oké. Így. Talán. Aha. És akkor ide lehetne bollokat mondjuk. Próbálom egyébként ezt az ilyen érdekes, szép és furcsa ablakokat megcsinálni. Reméljük, hogy valamilyen szinten sikerülni fog majd a végére. De hát ez nyilvánvalóan ti lesztek majd ennek az eldöntői, ugyebár. Aha, egy smooth slabet, azt kérnék szépen, köszönöm szépen. Így mondjuk,
Így, és akkor esetleg ide is. Mert ugye az az érzésem, hogy a lépcső, hát, tehát itt nem működik a lépcső, az tudko. Esetleg, hogyha így csinálom, akkor is van neki kicsit ilyen furcsasága. Ja igen, lájkok, srácok, igen, mondják itt nekem a moderátoraim, hogy a lájkokra hívjam fel a figyelmeteket, mindenképpen lájkoljátok ezt a streamet, ha még esetleg nem tettétek. Mire mennék itt a moderátoraim nélkül, látjátok? Nem funkcionál a videós képességem, hogyha nincsenek itt a moderátoraim. Hát elfelejtek lájkokat kunyizni, hát milyen videós az olyan, amelyik elfelejt lájkokat kunyermálni 10 percenként. De igazuk van. Lájkoljatok, srácok, mert az nekem jó. Az nekem jó, hogyha lájkoltok, meg a csatornának is, úgyhogy... Hajrá, hajrá, tessék lájkolni. Nyilvánvaló, hogyha szeretnétek támogatni a videóst. Akkor azért javallott. Okay, ezt ide. Szia Máté, örülök neki, hogy most érkeztél. Na hát itt közben lett egy új tagunk. Ja nem, csak upgrade-elt, oké. Bici Milán upgrade-elt Baby Arára. Na hát, üdvözöllek a Baby Arák között. Igazából nem túl sok minden változik, a jövőben majd valószínűleg fog változni. Ezzel a ranggal kapcsolatban egy-két dolog, tehát lesz majd valószínűleg egy-két plusz, legalábbis én szeretném, hogyha majd lehetne. Meglátjuk majd, hogy a jövőben mi lesz a dolog. Viszont köszönöm szépen, hogy emeltél a támogatásodon, ez nyilvánvalóan jó lesik, és segítesz is vele. Sokat. És azt nem tudom, hogy esetleg, hogy a mélységéből nagyon elvesz ez a bar. Én úgy gondolom, hogy nem kell ide ez a vas. Ez annyira nem. Az eredeti télauncserbe hol lehet átállítani ezt le... Olyan is, hogy eredeti télauncser. A télauncser ez egy tört kliens. A Minecraft launcherbe lehet beállítani. Ki kell választani ott a legördülőbe a start, a play gomb mellett. Olyan nincs egy eredeti télauncser, tehát olyan nem létezik. Szia Markman, üdvözöllek, örülök neki, hogy ideértél. Nos, hát egy ilyen fantasy-szerű kápolnát építünk, ami egyébként kezd így nagyjából jól kinézni. Fogjuk rá. Kezd valahogy kinézni. Annyit még esetleg lehetséges, hogy megpróbálok, hogy ezt a belső részt, ezt mondjuk... valamilyen fehér színnel kellene megcsinálni, kicsikét csalunk, egy kicsikét sötétebbet használunk. Át... nem. Várjatok, lehetséges, hogy ide lehetne mondjuk ezt az újat? Megnézzük. Mindent kipróbálunk. Ugye ezzel csak az a bajom, hogy ennek slab változata nincsen, úgyhogy... ugye nyilvánvalóan akkor a kvarcokat fogjuk használni, hogyha itt slabre van szükségünk, meg lépcsőre. Ezt a smooth kvarcot tudom ajánlani. Lehet, hogy a sima is jól néznek ki vele, de én most maradok a smooth változatnál. Azért mondom, hogyha ide egy kicsikét, egy sötétebb szint be tudtunk volna rakni, akkor még nagyobb dimenziót csináltunk volna neki, de így most marad ez. Nem is nagyon hiszem, hogy van ennél mélyebb fehér, ami jól is néz ki, és még nem használtuk. Nem baj, jó ez? Melyik építményed volt a legnehezebb? Melyiket volt a legnehezebb megépíteni? Hűha. Fogós kérdés. Melyiket volt a legnehezebb megépíteni? Hát ezzel, igazából ezzel a kérdéssel csak az a helyzet, hogy... most ugye van az, hogy időre melyiket volt a legnehezebb megcsinálni, vagy a legtovább melyik tartott mondjuk, vagy hogy melyiket volt úgymond a legnehezebb, hogy rávegyem magam arra, hogy megépítsem, vagy... nem tudom. Mit tudok erre most válaszolni neked? Melyiket volt a legnehezebb megépíteni? Én azt mondom, hogy mindig azokat, tehát most nem mondok egy konkrét építményt, én azt mondom, hogy mindig azokat, amiket az ember nem tervez meg. Mint például ez. Tehát mindig az, amit az ember így random, spontán akár elkezd építeni, azok mindig egy kicsikét nehezebbek, azok mindig egy kicsikét bonyolultabbak, hogyha úgy tetszik. Én azt mondanám, hogy azok. Honnan jól vagyok, köszönöm szépen. Ki a példaképem?
Példakép. Most, hogyha azt mondom, hogy nincsen példaképem, akkor ez egy kicsikét olyan furán hangzik. De... nem nagyon hiszem, hogy van példaképem. Kellene, hogy legyen? Nem nagyon van példaképem. Nem akarok senkire sem hasonlítani, inkább így fogalmazom, ez talán kevésbé hangzik furán. Tehát nem akarok senkire sem hasonlítani. Nem az a célom, hogy valakire hasonlítsak. Ezért nem igazán tartok számon olyasmiket, hogy példakép mondjuk. Ez nem hiszem, hogy van. Ennek a blokknak nincs hangja? Ja de, csak nagyon halk. Jó. Ők lehet, hogy nektek kicsikét hangosabb. Mindjárt megnézzük. Hol van ez? Itt van. És akkor blokkok. Talán. Így hangos? Halljátok? Hangosabb, mint én? Vagy mindenképpen szóljatok, mert most teljesen az egész Streamlabs beállításom az kb. Kuka, amit eddig csináltam, mert újra kellett telepítenem a Streamlabs-et. Legalábbis azt hittem, hogy újra kellett, vagy újra kell, aztán kiderült, hogy nem kellett, mert a YouTube-nak a hibája volt múlt héten az, ami volt. Tökéletesen hallunk. Na, akkor jó. Akkor így halljátok a blokkokat is? Tehát az is fontos nekem, hogy a blokkokat halljátok, mert nyilván, hogyha építünk, akkor azért érdemes hallatni. Nem túl hangos. Szuper, szuper. Csak akkor halljátok legalább ennek is a hangját. Ha még esetleg gondoljátok, hogy lehetne rajta állítani a blokkoknak a hangosságát, hogy másnak a hangján nem tudok állítani most. Majd a következő streamtől. Szia Milán, köszönöm szépen, itt voltál. Szoktok-e piszkálni, hogy racsolok, mert én is racsolok, és engem szoktak piszkálni. Kriskó... nem igazán, tehát hogy is mondjam, nem mondanám, hogy kifejezetten a racsolásom miatt piszkáltak volna. Volt más, ami miatt piszkálhattak, tehát nekem hanyagtartásom volt régen, ami annyit jelent, hogy nem álltam egyenesen, környet volt mindig a hátam, mert hanyagul tartottam magam. Tehát nem húztam ki magam soha. Ez a mai napig is nagyon sűrűn előfordul. És emiatt piszkáltak, viszont szerintem kifejezetten a... nem hiszem, hogy a racsolásom miatt piszkáltak volna. Most itt próbáltam gondolni ilyesmire. Nem. Lehet, hogy középiskolában poénkodtak vele, arra nem emlékszem. Tudom, nagyon vicces másnak a beszédhivel poénkodni, de lehet, hogy ott poénkodtak vele, viszont szerintem úgy soha nem értem miatt úgy támadás, hogy hű, te racsolós, te. Nem hiszem. Igen, a racsolás az, amikor valaki nem megfelelően képzi az R-hangzót, mondja a badam. Igen, tökéletes megfogalmazás. Igen, ez körülbelül annyit jelent, hogy amikor valaki az R betűt, többféle racsolás van. Valaki H betűt mond helyette, valaki viszont egészen egyszerűen, mint ahogyan én is, a nyelvének a hátuljával képzi az R betűt, mégpedig úgy, hogy a soft paletnek, hogy mondják ezt? Nem is a soft paletnek, annál hátrébb itt a nyelvcsapnak kb. Nyomja neki a nyelvét, és a torkának a hátsó részével és a nyelvének a leghátsóbb részével képzi az R betűt. Ugye a normálisabb kiejtésnél, ugye ez úgy van, hogy az R betűt a hard paleten, ezen a... milyenek a neve? Ezen a kemény részen, ami a fogatok előtt van, a fogatok mögött közvetlenül, az a hegy, az a kemény csont, azon képzitek. Tehát, hogy Tehát ki tudjátok mondani, én nem tudom például, de hogy kb. Úgyhogy azt mondom neked, hogy répa retek magyaró, akkor hallod, hogy rendesen kimondom az R betűt, ez például, tehát hogy répa retek magyaró, akkor reggel rikkant rigó. Oké, kicsit furcsa, mert nem vagyok hozzászokva, de így mondjátok ki kb. Az R betűt, én pedig a nyelvemnek a hátuljával és a torkom segítségével. Nyelvtanúra így van, hangképzés úrra egyébként, de igen, kb. Nekem volt hangképzés órám, nem amiatt, mert racsolok, hanem mert én színésznek tanultam, és hát igen, érdemes ilyesmiket tanulni.
Plusz valami tippet adni kezdőépítészetnek, Bazsi, azt, hogy semmiképpen ne másolj másokat. Ez az egyetlen egy szabálya van szerintem az építészetnek. Mindig találd ki a saját palettádat, mindig találd meg a saját ötleteidet, a saját neked tetsző blokkokat, épületeket, stílusokat, és ne építs meg valamit azért, mert valaki más megépítette, és az neked tetszik, és hogyha megépíted, akkor az a sajátod lesz, mert ezzel igazából csak magadat vered át. Érdemes gyakorolni. És gyakorolj sokat. És amikor kezdőépítész vagy, akkor fontos az is, bár szerintem a későbbiekben is fontos, hogy adj történetet az épületednek, vagy az egész építményednek, tehát hogy mondjuk egy falunak, adj neki egy történetet az egésznek. És szerintem úgy könnyebben fogsz tudni építeni, bár ismételten ez csak az én véleményem. Nekem még a kunyhó is sok, mondja Regő. Nem baj az, figyelj, hogyha gyakorolsz, akkor mehet a több is, mint a kunyhó. Tehát hidd el nekem, hogy ez nem egy varázslat, tehát az építés az nem egy varázslat. Nagyjából egyszerűen elsajátítható. Nem gondolnám, hogy varázslatnak kell ezt tartani. Tehát nyilvánvalóan kell hozzá valamiféle érzék, de nem mondanám azt, hogy nem tudod megtanulni, tehát meg tudod tanulni az építést. Olyas, mint a festészet, tehát hogy valaki úgy születik, kb. Ilyen azért nincs, hogy tud, de hogy kb. Tehát hogy van korai érzéke hozzá. Szerintem az építés is ugyanilyen, bár ezzel nyugodtan lehet nem egyet érteni. Nyilvánvalóan mindenkinek mást jelent az, hogy tud építeni, vagy hogy nem tud építeni. Atya ég, ez de jó. Agancs, örülök neki, hogy tetszik. Örülök neki. Köszi. Jó lesik a dicséret nyilvánvalóan. Ezzel itt mit kezdjek? Ezzel itt valamit kellene kezdenem, mert az ott ilyen odd. Furcsa. Szívesen, Bazsi. Szívesen. Roland, biztos, hogy fogsz tudni, csak gyakorolj és magadtól gyakorolj, ez a kulcsa, magadtól gyakorolj. Nyugodtan maketteket mondjuk megépíthetsz, de az a lényeg, hogy ne menj el olyan irányba, hogy másoknak az építményét építed meg, és úgy gyakorolsz, mert úgy nem lesz saját stílusod. És legtöbbször egyébként, amikor azt mondjátok, hogy valami annyira pörkis, valami annyira úgy néz ki, mintha pörki csinálta volna, mert mondjuk ténylegesen pörki csinálta, akkor így azért sokszor elgondolkozom azon, hogy tényleg, tehát hogy ténylegesen pörkis, mert az embernek egy idő után, hogyha sokat épít, akkor kialakul egy stílusa. És bizony-bizony, hogyha másoknak a munkáját másolod le, ez gyakorlás gyanánt, akkor az ő stílusát fogod magadba szívni, és nem fogod tudni levakarni magadról azt, hogy te úgy építesz, mint ő. Mert hogyha, főleg, hogyha egy ismertebb emberről gyakorolsz mondjuk úgy, hogy egy ismertebb embernek a munkája alapján gyakorolsz úgy, hogy ténylegesen gyakorolsz, és mondjuk felismerik, hogy te nem őt utánoztad, de az ő műveit csinálod meg gyakorlásként, akkor soha nem fogod tudni magadról lemosni azt, hogy te úgy építesz, mint ő. Mert bármit is csinálsz, az ő stílusát fogják látni benned. És nehéz ettől a skatujától megszabadulni, ezt láttam már élesben is, hogy valaki gyakorolt, és akkor utána folyamatosan úgy épít, mint valaki. Más a nézőim között is van olyan, aki mondjuk most az építőversenyre nagyon olyasmit épített, mint amit én építettem volna, mondjuk egy fél évvel ezelőtt. De annak nincs értelme tényleg. Nem tudom, hogy hogyan adjak úgy tanácsot, hogy közben ne hangozzon úgy, mint hogyha én ilyen hű, de nagyon tapasztalt, öreg róka lennék, aki jobban tudja. Mert ez az utolsó dolog, amit szeretnék, hogy úgy hangozzon, mint hogyha jobban tudnám. Mert higgyétek el, hogy az építésben ez nem így működik. Senki nem tudja jobban. Maximum csak régebb óta építenek. Tehát, ha valaki nagyon úgy viselkedik veletek, hogy nagyon meg akarja nektek mondani, hogy mi hogyan van, és hogy csak az a jó, akkor azt ignoráljátok, mert az nem tanácsot ad, az kioszt.
Rajzolni szeret? Igen, Lili. Igen, azt vettem észre, és nagyon szépen is tudsz rajzolni. Tetszenek a munkáid, úgyhogy mindenképpen rajzolj. Én tökre támogatom azokat, akik ilyen pályára mennek. Nem tudom, hogy Lisa most itt van-e. Ő az a... Szerintem hívhatjuk művésznek is, mert nagyon-nagyon ügyes, és valóban ezt is tanulja. Ő az a művész, aki az én profilképemet csinálta. Ő az, akit felbéreltem arra, hogy megcsinálja az én kis profilképemet. És őt is támogattam abban, hogy menjen egy olyan iskolába, ahol ezt tanulhatja hivatásosan. És olyan iskolába is ment, és nagyon örültem neki, és néha meg szoktam tőle kérdezni, hogy mi a helyzet a suliában, mert hogy ugye most kezdte nemrég, és tök jó hallani, hogy mondja, hogy élvezi azt, amit csinál. És ez a lényeg az életben, hogy olyan dolgot keressetek, amit élveztek, mert hogyha nem olyan dolgot csináltok, azt a jövőben nagyon, nagyon meg fogjátok bánni, mert hogyha valamit egy életen keresztül kell csinálni, akkor az jobb, hogyha élvezitek. Az jobb, hogyha élvezitek. Adminokat ismerem-e? A saját moderátoraimat? Igen, ismerem őket. Tehát, hogy én olyan embereknek adok csak ilyesmi jogokat, akiket ismerek. Szerintem ez a logikus lépés. De ez meg lehet tényleg, hogy csak az én véleményem, szóval ha valaki máshogy gondolja, akkor ne tegyük le a fejét. De én úgy gondolom, hogy az ember csak annak adjon moderátort, akiben megbízik, mert nagyon nagy joguk van a csatornán a moderátoroknak. Szia Roland! Nyugodtan írhatsz szám kisbetűvel is, látni fogjuk. Hogy hívják a víz alatti kukoricát? Tengeri. Ezt nem értem. Szinkronizáltál már? Igen, Georgina, szinkronizáltam. Erdei Gergő, hogyha akadozik a live, akkor mindenképpen lép ki és vissza, mert amúgy nem akadozik. Én is nézem telefonról, és teljesen jó a minősége. Srácok, mindenképpen dobjatok egy lájkot, valamint iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem tettétek, nyilvánvalóan a videóst kisegítitek vele, és nagyon-nagyon jó lesne. Nem tudok rákozolítani az arcomra, és mindig megnyomom a C betűt, de szeretném azokat a lájkokat. Annyira nem szeretek lájkokat kéregetni, de tudom, hogy kell, mert tudom, hogy ezzel pozitív dolgot csinálok a csatornának, mert ugye ezt az eléggé figyeli a YouTube-nak az algoritmusa, hogy mennyien néznek, mennyi lájkot kapsz, mennyien szólnak hozzá, te. És én meg nem szeretem megmondani, hogy az emberek mit csináljanak. Mert mindenki azt csinálja, amit szeretne. De hogyha esetleg tetszik, és ki akartok segíteni a nagy bajban, akkor mindenképpen lájkoljátok ezt a streamet. Hasznos és ingyé van. Az ingyé dolgokat meg szeretjük. Ó, igen, köszönöm szépen, köszi azt is, hogy írjátok, hogy mennyi like van, aranyosak vagytok. Köszönöm szépen mindenkinek, aki lájkolta a streamet. Amúgy tök jó lenne ezt így környezetbe belerakni. Ezt lehet, hogy megcsináljuk akkor, hogyha a Word Edit lesz már. Mert most ugye nem akarok hozzá építeni egy komplett erdőt mondjuk, de tök jó lenne berakni egy erdőbe. Érdekes. Tamás, köszönöm szépen, jól vagyok. Gorgon 15, köszönöm szépen, hogy feliratkoztál. Igen, üdvözöllek a feliratkozók között. Üdvözöllek. Örülök neki, hogyha tetszik a csatorna annyira, hogy feliratkoztál. Mindenképpen néznek, hogy milyen videókat szoktam csinálni. Let's play-eket is csinálok, de leginkább építeni szoktam. És következő héten is egy ilyen videó érkezik. Kulcsár Dávid, légy szíves, ne írj nagy betűvel, légy szíves, ne spameld ugyanazt a kérdést, és nem, abszolút nem. 8 GB-os videókártya videózáshoz nem elég. Nekem 32-es van, és ez sem elég. Feliratkoztam, nem tudom miért nem voltam. Nahát, miért nem voltál? Hát ezt én sem tudom.
Azt én sem tudom, hogy miért nem voltál, de most már fel vagy. Szerintem ez a lényeg. Nagyon próbálkozom valami extra részlettel, szerintem látszik. Valami extrával, de nem akar összejönni. Nem, az a helyzet, hogy a Minecraftban máshogyan mutatnak ezek a dimenziók, mint a valóságban. Samu, azt mondja, ahogy ígértem, 800 like, és küldött egy 1000 forintos Snapchatet. Srácok, ugye nem Snapchatnek hívtam egész végig, mert egy páran küldtek nekem Superchatet. Köszönöm szépen a Superchatet, nagyon-nagyon aranyos vagy, Samu. Köszönöm szépen, kedves vagy. Mennyivel adósod? Mi? Pörki, egyszerűen el nem tudom mondani, hogy mennyire imádom azt, ahogyan építesz. Szerintem eszméletlen szép. Nemes Dorina, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Rettenetesen kedves vagy, és tényleg jól esik a támogatásod. Nagyon jól esik az, amikor látom, hogy az embereket érdekli az, amit csinálok. Tehát nyilvánvalóan ez nekem fontos, és köszönöm szépen, hogy ezt megírtad. Sokan így nézik a streameket, szeretik a streameket, de mondjuk így nem írják meg. Ezzel sincsen semmi baj, mert nyilvánvalóan nincsen vele semmi baj, csak tök jó az, amikor valaki veszi rá a fáradtságot, és megírja azt, hogyha tetszik neki. Mert ilyenkor így látom azt, hogy tökre érdemes csinálnom azt, amit csinálok, mert embereket boldoggá teszek vele, és ez tök jó. Szerintem ez tök jó dolog. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megírtad nekem, hogy tetszik az, amit csinálok. Kedves vagy nagyon. Lehetne aranyblokk a tetőben. Hát lehetne, de nem biztos, hogy annyira jól nézne az ki. Szia, Vitya! Nem tudom, hogy komolyan írtad-e, hogy mész, de hogyha mész, akkor szia. Ha pedig csak viccelődtél, akkor elnye-belnye. Hát én itt elköszönök tőled, te pedig átversz. De egyébként, hogyha mész, akkor szia. Na most ide próbálok egy ilyen kápolna-szeri tetőt, te jó ég, ablakot csinálni. Nem tudom, hogy mennyire mehetek magasra, szerintem nem kellene ennél mondjuk magasabbra. Ugye ez egy kicsikét élesebb, de talán nem ennyire. Aha, igen, aha. Hát, kerekítsem le, vagy nem. Ugye az a baj, hogy ennek úgy alapból éles a teteje, semmi más, csak a teteje. Viszont ez így annyira nem néz ki jól, szerintem. Na mindegy, mindjárt megnézzük. Mindjárt kiderül itt a nagy igazság. Ó, mondjuk, hogyha az ott befedi, akkor még akár nézhet ki jól. Meglátjuk, meglátjuk. Ugye debug stickkel tudnék itt ezzel variálni, de nem akarok most. Most full vanillára akarom. Most ennek az a lényege, hogy full vanilla legyen. Semmi ne legyen benne módosítva, hogyha lehet. Azért nem használtam egyébként a csapóajtókat sem. A vas csapóajtókat, mert az kellett volna a debug stickelnem. Az meg akkor kicsit, egy icike-picikét elveszi a vanilla feelinget. Tehát amúgy nem, mert hogy benne van az eredeti játékban, csak lehet, hogy egy kicsikét az így már zavaró lett volna. Na jó, és akkor most jönne ugye elvileg az, hogy... Ja nem, hogy ide is, így, jaj de jó, oké, így, né, így belülről beépítem, szuper, na és akkor most emögé jöhetne a Dark Oak, hogyha Dark Oakot akarunk, szerintem azt akarunk, amúgy tényleg nagyon jól néznek ide az új üveg, de hát nem akarom, mert ugye abból nincsen üveglap, és az üveglappal tudnánk tök jó dimenziókat csinálni, csak annyira nem... Nincsen most sajnos. Abból az új fajta üvegből. Mert akkor mondhatnám, hogy na, még egy fajta blokkot beleraktunk. És lett egy újabb tagunk is. Na hát, Bogoly YYY. Üdvözöllek a tagok között. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Gratulálok a BBR rangodhoz. Innentől előbb láthatod majd a videókat. Ugye a BBR, Ara és Gyémántara, ők előbb láthatják a videókat. A tojás rangosok lépjenek be... Mindenki nyilván, de a tojásrangosok főleg lépjenek be Discordba, vagy Discordra, ott van a link a leírásban, mert ott kapnak egy
ott kapnak egy rangot, és azzal beléphetnek egy olyan bitkos csatornára a Discordon belül, ahol meg szoktam osztani a videóknak az index képét. És a tojásoknak az a kiváltságuk, úgymond, hogy láthatnak ilyen extra képeket az építményekről, valamint az index képeket oda mindig beszoktam küldeni. Szóval, ha tojásrangot vásároltatok, vagy bármilyen rangot, mindenképpen lépjetek be Discordra, mert ott kapni fogtok ilyen extrákat. Tehát nyilvánvalóan ugye megfelelően a saját kis rangotoknak. Véleményem szerint másolni kell, mert az ember el tud sajátítani több technikát is, és ezeket kombinálja a saját stílusát. Ez nem igaz, Richard, szerintem. Ez nagyon-nagyon nem igaz, és nagyon-nagyon megtévesztő lehet, szerintem. Tehát ez fontos kiemelni, szerintem. Ha valaki másolással kezdi az építést, én azt nem fogom elismerni, akkor sem, hogyha utána esetleg már kombinálja a stílusokat. Szerintem nem szabad másolni. A technikáknak az ellesése nem számít másolásnak. Tehát a technikákat persze lehet használni, mint más is, mert ezek blokkok és véges számú blokkok. De hogyha másolunk, azzal nem tanulunk. Másolással nem tanulunk. Ez nem babakori, úgymond megfigyelés és másolás, mint amit mondjuk a babák csinálnak, hogy úgy tanulnak meg beszélni, hogy mimikálják ugye a szülőknek, meg a környezetüknek a hangjait, a beszédét. Én ezt nem ismerem el építészetnek, hogyha valaki másol. De hogyha te igen, azzal sincs baj, csak én nem. Én nem ismerem el. Igen, Pécsi ő is. Azt hittem, hogy tőlem kérdezett. Magma Musen, nem nézem. Másolás, az inspiráció, meg az iklet teljesen más. Májer Tamással egyetértek. Miért csinálod? Úgy értem, hogy valaki kérte? Regő? Nem. Teljes mértékben magamnak csinálom ezeket. Én ezeket magamnak. Úgy látom értelmét, hogyha magamnak építek. Nyilvánvalóan lehet másoknak is, meg megrendelésre is, de nekem ez így élvezetes, hogy magamnak csinálom. Ott leszek a Mind Cinema-n. Nos, Hunor, ennek nagyon-nagyon örülök. Annyi, hogy el lesz szám tolva a Mind Cinema, tehát a novemberi vetítés. Mindenképpen nézzétek meg a Mind Cinema-nak az oldalát, különben oda mentek feleslegesen. Az új kormányrendelet miatt nem tarthatjuk meg a Mind Cinema-t most. Viszont áttettük egy másik időpontra. Erről majd fogtok információt kapni, hivatalosat is, én addig nem mondok nektek semmit, ameddig hivatalos információ erről nem jött ki. Annyit azért tudjatok, hogy a novemberi el lett tolva. Nem marad el lett tolva. Tehát meg lesz tartva majd, amint a kormány engedi. Tehát egyelőre nem tudjuk, hogy milyen hosszú ez az új korlátozás. Annyit tudunk, hogy most biztosan nem tudjuk megtartani. És mi is nagyon sajnáljuk, én is nagyon sajnálom, de most fő az egészségünk, és fő a biztonságunk. És a ti egészségetek és biztonságotok is. Szóval ezt most nem vállaljuk be. Mi a nagyobb célod az életben? Hát most szerintem az a jó, hogyha az embernek több célja van az életben, és nem csak egy. Mert akkor mindig van B terve. Egy nagyobb célom az, hogy külföldön éljek. Hogyha most csak egyet kellene megemlítenem. Hogy milyen országban szeretnék élni? Nagyon szeretem a skandináv országokat, a Benelux államokat, tehát jó lenne egy olyasmi helyen élni. De Kanadát sem zárom ki. Még azért hozzátenném, hogy Kanadát sem zárom ki. Volt-e már olyan live előtti pillanat, hogy abszolút nem volt hangulatod live-olni? Szerintem olyan volt, hogy nem éreztem motivációt aznap arra, hogy live-oljak. De olyan nem volt, hogy abszolút nem volt kedvem, mert akkor nem live-oltam volna. Olyan biztosan volt, hogy úgy éreztem, hogy a hangulatom alapján ma, tehát jobban tenném, hogyha elhalasztanám a live-ot. Olyan volt, hogy külső indok miatt el kellett halasztanom a live-ot, mert történtek olyan események, amik miatt nem tudtam megtartani, olyan volt. Olyan viszont nem volt még, hogy ne indítottam volna el a live-ot, hogyha úgy érzem, hogy nincs úgy
kedvem, mert annyi kedvem mindig van, amennyi a live-oláshoz kell. Inkább azt mondom, hogy olyan szokott előfordulni, hogy ahhoz nincs kedvem, hogy izguljak azon, hogy lesz-e valami baja a YouTube-nak, hogy lesz-e sok spamelő, hogy sokszor van az nyilván, hogy az embernek nincsen kedve a trolloknak a picsogását hallgatni. Picsogás az az ilyen... Nem is picsogás, nem is így fogalmaznám. Hogy fogalmazzak? Tehát, hogy vannak olyan emberek, akik csak azért jönnek be egy YouTube streamre, hogy megpróbálják idegesíteni a stream előtt. Na most, ez engem általában hidegen hagy. De ettől függetlenül ne, a moderátoraimat is meg akarom ettől kímélni, meg mit tudom én, szóval így alapból nem. Van ilyen, nyilván. De csak ilyen okokból, hogy nem akarom a moderátoraimat kitenni, ilyesminek. Igen, Baby Brothers, csak Minecraftozok. Kulcsár Dávid, igen, van egy tesóm, egy 17 éves öcsém. Angéla szívesen a választ, mire akarok szakosodni. Én ugye angolt tanulok, jelenleg alkalmazott nyelvészetet és fordítást, szakfordítást tanulok. És igen, Németországban élnék, azt mondja Kalusz Gergely, de németként. Figyelj, megtanultad a német nyelvet és szerezhetsz állampolgárságot, úgyhogy szerintem az nincsen sose kizár, hogy németként ott élj. Mi a terven a csatornában? Crazy Nine letörlöm most. Nem amúgy, nem. Fejlesztem, csinálgatom, játszom, és meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Ennyi. Jelenleg ennyi tervem van a csatornával. Más nem nagyon. Szeretném csinálni a videózást. Egy darabig. Romániát szeretem, mert sosem jártam még Romániában, valamint semmilyen államban, ami keletre van tőlünk. Nyugaton jártam már. Egészen biztos, a Románia nagyon szép hely, Erdély főleg. Nem jártam még Romániában, úgyhogy nem tudom elmondani, hogy szeretem-e. Nincsen róla rossz véleményem. Nem voltam még ott. Abigail vagyok. Ezt így nem fogom tudni megjegyezni. De hogy ami a neved, annak tudlak hívni, tehát ami ide ki van írva. Esküvő életed, és megnézem ezt a katedrális. Amúgy, tehát hogy ez egy kis kápolna, hogy a katedrális az a nagy. A katedrális az a hatalmas, az tényleg nagy, az a katedrális. De örülök neki, hogy megnéznéd a valóságban is. Igen, nem kiavítani akartalak, csak inkább magamat próbálom pontosítani, mert nem vagyok annyira tisztában az ilyen templom struktúráknak a pontos megnevezésével, de azért illene, hogy tudjam, hogy mit építek, szóval. Mondhatjuk azt is, hogy igazából magamat javítottam ki ezelőtt. Köszi. Nem tudom, hogy ezt kell-e ide, majd hogyha nem, akkor kiszedjük. Már 2 órája megy a stream, remélem nem késtem le túl sok mindent. Hát mivel 2 órája megy a stream, ezért mi valószínűleg a legtöbb dolgot lekésted, de még nem mindent. Most egyelőre csak az eleje van kész ennek. Egészen biztosan be fogjuk fejezni ezt, vagy most, vagy egy következő streamben, még nem tudom. Én úgy gondolom, hogy még bírom. Remélem, hogy a moderátoraimnak sincs semmi olyan nagyon-nagyon fontos dolga, ami miatt most egyikük sem tud itt lenni. Hogyha van esetleg, akkor szóljatok, modik. És akkor befejezem, csak jó lenne ezt az építményt megcsinálom, de hogyha van valami dolgotok, akkor mindenképpen írjatok. Most elég sok moderátorom van, tehát hogy biztosan lesz itt valaki, de nem akarom őket megterhelni. Szóval, hogyha valami probléma van, vagy dolog van, akkor szóljatok. Valamikor csinálok-e majd magyar építményeket? Elképzelhető, de nem szeretek feltétlenül olyan építményeket csinálni, amik már megvannak építve a valóságban. Én itt tudok lenni egy jó darabig, mondja Lili. Na, ennek örülök. Egyébként, tehát ezért jó, hogyha pénteken vannak a streamek, mert a nézők és ezért nagyjából a moderátorok is ráérnek ilyenkor. Nyilván, hogyha nem, akkor ezt megbeszéljük úgyis. Kaphatok moderátor jogot, please? Nem, menő. Én csak olyan embereknek adok moderátor rangot, jogot, akiket ismerek. És mindenkit erre buzdítok, mert elég nagy butaság olyan embereknek ekkora felelősséget adni, akiket nem ismertek. Látjátok, ez az oldal például még textúrázva sincsen. Ezt mindenképpen meg kell megcsinálni. Hát egy kicsikét ilyen random. Ez a kis lik itt, de majd javítunk rajta.
Na most, hogy akarok-e kéményt? Egyáltalán nem szokott kémény lenni az ilyen építményeken, úgyhogy szerintem nem. Ezt senki nem kérdezte, ezt abszolút én kérdeztem magamtól. Ja, még az építészeknek mondanám, akik most kezdenek, és voltak itt többen is, akik kérdezték, hogy milyen tanácsokat adni. Most eszembe jutott még egy, kérdezzetek magatoktól. Te azt mondod, hogy beszéljetek folyton magatokba, de kérdezzetek magatoktól akár a lelketekben, hogy mit akarok kezdeni ezzel. Oké, építettem egy ablakkeretet, mi ennek a célja? Van ennek célja? Oké, építettem ide egy kéményt, most csak mutatok valamit, egy példát. Oké, építettem ide ennek egy kéményt. Van ennek értelme? Van ennek itt értelme? Mi ez a hely? Ez egy kápolna. Fűtik a kápolnákat? Nem. Sokszor a miséken látszik az embereknek a lehellete. Akkor valószínűleg nincsen befűtve. Jó, akkor ide nem kell kémény. Nem rakom ide, akkor sem, hogyha csak díszítés, mert akkor felesleges. Tehát értitek, hogy mit akartam ezzel mondani. A világ legjobb videókártyája hány gigabájtos? Nem tudom, Kulcsár Dávid. De egészen biztos vagyok benne, hogy azt nem tudod megvenni, mert az valószínűleg valamilyen óriási technikai dolog, amit a NASA használ. Csak mondtam valamit. Jövő héten bemész suliba helyettem? Nem. Nem. Tudok-e adni valami tippet? Backchannel, igazából most adtam elég sok tippet. Így ezekkel kapcsolatban. Hogy mit lehet csinálni egy építmény során. Na jó, nem tudom, hogy akarom ezeket használni. Érdekesen néznek ki, ugye ezek most nem villámhárítók itt egyértelmű, hanem díszek. Megnézzük, hogy kell-e ez ide. Megnézzük, hogy mondjuk ti mit szóltok hozzá, hogy kell-e, vagy szerintetek nem kell. Nyugodtan megírhatjátok, nem haragszom, hogyha úgy gondoljátok, hogy nem kell. Előtte gyorsan megépítem, hogy legyen itt valami extra itt a tetőnél. Kell-e ez ide? Nem tudom. Tetszik-e? Nem tudom. Megtudjuk? Igen. Hamarosan, azt hiszem. Azt látom, hogy ezzel itt nem lesz legjobb barátságban. Én összekötném vasráccsal. Vagy valami mással. Aha. Szerintem nem kell. Hány órakor lesz vége? Nem tudom már, hogy mikor lesz vége. Mi a kedvenc állatod? A Nautilus a kedvenc állatom. Még a kedvenc papagájod? Mindenképpen az arapapagáj fajták közül valamelyik. Amúgy szerintem ez így jól néz ki, még mindig nem tudok C-vel közelíteni, de akarok. Kicsit túl narancs színű. Azzal nincsen feltétlenül gondom. Tudjátok, hogy mivel van nekem gondom? Ezzel itt. Tehát, hogy ezt így ide kihozzuk? Mert nem rossz. Nem rossz ez az extra kis íz így bele. Meglátjuk. Tölgyfával jobb lenne. Lehet, tudjátok, hogy miért ennyire narancssárga? Mi ez? A villámhárítók miatt. Miért tűnnek nekem ezek? Miért ennyire... Direkt ennyire világosak ezek? Vagy hirtelen világosabbnak tűnnek, mint eddig. Hogy vagytok? Jó vagyok, Lillipóci. Köszönöm szépen. Ott kötik be az áramot. Nem kötik be ott az áramot. Ez csak egy ilyen dísz. Tehát, hogy azért mondom, hogy értelmetlen díszeket nem érdemes rárakni, viszont ez lehet, hogy kell ide, mert amúgy snassz a tető. Miért nem közelítesz a távcsővel? Mert az nagyon kicsike területet mutat csak be. Tehát most tudok én közelíteni, csak akkor minden egyes alkalommal csináljam ezt. Tehát, hogy így... Ez így oké, tök izgi csak. Oké, amúgy érdekes ez a kis katedrális. Nem mondom, hogy rosszul néz ki. Meddig szeretnél videózni? Nincsen különösebb időtartam, ami után abba akarom hagyni. Szeretem az animéket, ez már volt ma a téma, nem. Nem katedrális, na! Címben ott van, milyennek a neve? Kápolna az. Mit szeretnék a legjobban, vagy mit szeretek a legjobban építeni? Házakat. Szerinted mi az, amit alapból be kell tenni a vanillába? Nagyobb falvak.
nekem valahogyan hiányoznak a nagyobb falvak. Hát, amik most vannak, azok cukik, de hát, hogy így... Tudom, 1.14-ben sokat változott. Tudom, ez a játék arról szól, hogy magadtól építsd meg. Igen, csak... nem tudom. Annyi mindent fejlesztettek már a játékba, hogy nekem most így a falvak egy kicsit olyan kis snasszok. Lehet, hogy erről változni fog majd a véleményem, hogyha lesz egy újabb update. Mert azt mondták, hogy nem ez volt az utolsó falusi update, és amúgy nem is az első volt, tehát a falusiak azok már voltak egyszer update-elve. Szóval gondolom, hogy ha nem új kontentet akarnak majd a játékban, hanem valamit akarnak fejleszteni a régi tartalomból, akkor visszahozzák a falu fejlesztést, és egy kicsikét dolgoznak még rajta. Ami nem fog ártani. Szerintem azt az enchantot, hogy nagyobb területen tudsz kiütni, mint mondjuk bányászat közben, az lehet egy kicsikét nekem már túl modos lenne. Nem lesz Fortnite. Hány évig szeretnél élni? Nem tudom. Erre nincsen szerintem pontos szám, hogy hány évig szeretnék élni. Hogyha választhatok, akkor nem tudom, hogy a demencia ne üssön be, tehát hogy az jó lenne, hogyha nem úgy kellene eltávoznom, hogy nem emlékszem senkire az életemből. Sajnos van ilyen, hogy az idősebbek így távoznak el. Azt nem nagyon szeretném, tehát hogyha... még az előtt, akkor az nem ártana, nem haragudnék érte, de úgy nincsen különösebb. Nyilvánvalóan egyébként én arra ösztönzök mindenkit, hogy tervezzen előre, meg hogy gondolkodjon, mert nyilvánvalóan halandók vagyunk, és érdemes gondolkodni ilyen dolgokon. De szerintem, főleg a ti korotokban, meg akár az én koromban is, tehát nem vagyok vén ember, tehát nekem nem érdemes még ilyesmit gondolkodnom. Nyilván nem a ti korotokban kell ezen elkezdeni gondolkodni, de végülis lehet ezen gondolkodni, csak annyira nem érdemes. Vajon itt a tetőnek kell-e ez a megtámasztás? Az itt a kérdésem. Mert lehet, hogy kell. Megint C betűt akarok nyomni. Hát ez hihetetlen. Őrki stílusban átépített Woodland Mansion. Lesz olyan, tervezek. Már terveztem, de azóta sem jött össze. Tehát tervezem, tervben van egy Woodland Mansion átalakítás. Amúgy nekem vannak ilyen átalakítós videóink, szóval ha valakit érdekel, akkor ja. Igen, Samu, a nyelveknek a tanulásával meg stb. Lehet a demenciának az esélyét csökkenteni. Igen, ezt jól tudod. Tudsz tippet adni, hogyan kezdjem el a YouTube-ozást? Regő, nem. Nem tudok tippet adni. Hogyha tipp kell ahhoz, hogy hogyan kezd a YouTube-ozást, akkor én bocsánat, de azt javaslom, hogy inkább ne YouTube-oz. A YouTube-ozásnak, hogy is mondjam, tehát van egy olyan szabály, nem szabálya. Szerintem úgymond lehetne az emberekben egy szabály, hogy ne csináld, hogyha nincsen mit megmutatnod. Tehát sokan azért kezdenek el YouTube-ozni, mert látnak videósokat, és akkor én is azt csinálom, és nekem is lesz 120 ezer feliratkozom, mert én is ugyanazt fogom csinálni, és ugyanúgy fogják szeretni az emberek. Ez nem igaz. Szerintem, hogyha nincs egy ötleted, amit meg akarsz mutatni, ami miatt elindítanád a csatornádat, akkor várj vele és ne indítsd el, ameddig nincsen ötleted. Ameddig csak azért indítanál YouTube csatornát, mert az XY videósnak is mennyire jól megy, hát mennyi feliratkozója van, akkor nem érdemes, mert csalódni fogsz. Mert neked nem lesz annyi, elsőre biztosan nem. És tudom, hogy sokan így vágnak neki, én csak jó tanácsot szeretnék adni, tehát hogyha nincsen ötleted, ami miatt elkezdenétek, akkor még ne kezdjétek el. Az másolásnak számít, ha a gyapjús vázolást használom? Kérdezi Bazsi. Nem számít másolásnak, szerintem egy csomó ember használja azt. Azzal van gond, hogyha az ember szándékosan nézi, hogy a videós hogyan csinálja, meg hogyan, az már másolás szerintem. Én úgy gondolom. De az, hogyha gyapjúval jelölöd ki a területet, amit meg akarsz építeni, az miért másolás? Az egy technika, azt nyugodtan lehet használni. Ne viccelj. Elmentem enni, miről maradtam le? Amit a képernyőn látsz. Hello, Lőrinc, üdvözöllek. Milyen verzióban játszol? Ott van. Hatalmas betűkkel ki van írva, hogy miben játszom. A címben. Olvassatok címet, srácok. A cím az szeret titeket. Szeressétek ti is a címet. Ide még lehetséges, hogy fogok csinálni egy ilyen
ilyet. Aztán lehet, hogy full felesleges is lesz, de ez a fal itt nekem üres. Áj, miért kattintok mindig félre? Jó, tudom, azért, mert a chatet olvasom közben, de mindig. Szeretem a pockokat. Ja, aranyosak. Ugye ezt a zenével, ha hallgat zenét, akkor milyen műfajút? Én szeretem a popot, szeretem a klasszikus rockot, szeretem a countryt például, a klasszikus zenét, a filmzenéket is nagyon szeretem. Nincsen úgy különösebb, hogyha nekem valami megtetszik és a hangulatomhoz illik, akkor azt. Én inkább ilyen hangulati ember vagyok, tehát hogy nagyon sok minden múlik a hangulatomon. Sokszor az is, hogy mit építek. Hány éves vagy? Ott van a leírásban. 23. Egyébként. De nyissátok meg, srácok, azt a leírást. Olvassátok el. Ott vannak a gyakori kérdések. Tehát azokat összefoglaltam. Ott vannak fontos tudnivalók is egyébként. Mi a kedvenc foglalkozásod? Mert hogy mit szeretnék én csinálni a jövőben? Mert ha ezt kérdezed, akkor őszinte leszek, nem tudom. Azt tudom, hogy most angol nyelvterületen vagyok, tehát hogy angol nyelvészeti területen, lehet, hogy ez egy pontosabb megfogalmazás lenne. Tehát angol nyelvészeti területen vagyok, ami azt jelenti, hogy fordító is lehetek innen, vagy akár kutathatom a nyelvet, hogyha úgy alakul. De lesz egy papírom arról, hogy anyanyelvi szinten beszélem az angolt. Tehát én most egyetemre járok, itt egy angol szakot végzek el, és így, ja. Melyik a legnagyobb építményed? Talán a téli palotám, amit elérsz a csatornán, ott van. Sőt, a lejátszási listákban ott van az évszakos palota lejátszási listában, mind a 4 darab. Azt meg tudod ott nézni. Szerintem az talán a legnagyobb, de nem biztos. Lehet, hogy a sárkány erőd, amit nemrég csináltam. Aliho, jó estét, és ihlet, én gazdag estét kívánok. Ja, ihletben gazdag estét. Ó, köszönöm szépen. Igen, Kulcsa Dávid, most nagyon-nagyon nyomod nekem a kérdéseket. Nagyon örülök neki, hogy ennyire érdekel az, hogy mi a véleményem egyes dolgokról, de hagyjunk más is megszólalni. Amúgy aranyos vagy, köszönöm szépen a kérdéseket. A kedvenc ételem a chicken pesto pasta, azaz a csirkés pestós tészta, ami egy olasz tészta, és azt nagyon-nagyon szeretem. Az az abszolút kedvencem. Egyébként srácok, van egy Instagramom, ezt most csak azért mondom el, mert néhány napja sok kérdésre jut eszembe, volt ott egy ilyen kérdezfelelek. Tehát, hogy kiraktam az Insta Storymba egy olyan felületet, ahová tudtatok kérdéseket beírni, és én ezeket megválaszoltam. Nem az összeset, mert ilyen több mint 100-120 ilyen kérdést kaptam, és abból azt hiszem, hogy 40-et, 50-et sikerült megválaszolnom. De igyekeztem, és hogyha esetleg van valami ilyesmi kérdésetek, akkor ezt a következőben meg lehet kérdezni, fel lehet tenni. Volt, aki arra használta, hogy megkérdezze, hogy mikor lesz a következő Let's Play. Ott vissza kellett fognom magam, hogy ne tiltsam le az illetőt az Instagramomról, de nem, jót akarnak ezek az emberek, csak látni akarják a kedvenc sorozatukat, vagy az egyik kedvenc sorozatukat, tehát ezt nekem be kell látnom, hogy ezek az emberek nem azért kérdezik, hogy engem idegesítsenek, ezért nyilvánvalóan nem is tiltottam le senkit ilyenért, csak hogyha egy ilyesmi van, egy ilyen kérdezfelelek ott Instagramon, akkor ne az legyen az első, hogy mikor lesz, mert az nem szép dolog. Akkor gyorsan be is követlek. Köszönöm szépen, Badam, nyugodtan kirakhatod a linket, vagy akár melyik moderátor. Azért mindig Badamnak szólok, mert ő gyorsan csinálja ezeket. Remélem, jól vagy. Igen, Tomzi, teljes mértékben jól vagyok, ezt csináltuk a mai nap, lassan 3 órája streamelek, és mivel eléggé sokat olvasom a chatet, ezért nyilvánvalóan kicsit kevesebbet tudok építeni így. Köszönöm szépen a lájkokat, srácok, mindenképpen dobjatok egy lájkot, hogyha eddig még nem tettétek. Kedvesek vagytok. Egyértelműen kedvesek vagytok. Van igazi munkád is? Te naplopó, van igazi munkád is? Van valami, de ezt nem mondom el, hogy mi. Azért ennyire közel ne akarjunk a tűzhöz kerülni. Nem, ilyesmiről nem beszélek, de igen, van pénzforrásom, jó? Maradjunk ennyiben, hogy van munkám, dolgozom, igen, csinálok valamit, amiből kapok pénzt, igen. Csak ezt azért nem akarom elmondani, mert ez eléggé specifikus szerintem, és könnyen rákereshető lenne, mert nem túl sok ember csinál ilyesmit. Tehát... Nagyjából annyi, hogy azon a területen belül vagyok, amit tanulok. Igazából ennyi. Hmm.
Milyen sportot űzök? Jelenleg semmilyet, amúgy úszni szeretnék újra, mert régen versenyszerűen úsztam. Étkező marha. Kész étkező marha. Tudtam, hogy nem legális dolgokkal foglalkozom. Ez nem igaz, Hellpatron. Teljes mértékben az. Teljes mértékben tiszta, legális, leadózott, stb. Csak azért nem akarom mondani, mert akkor még több kérdés merülne fel, és a végén oda jutnánk, hogy leszűkülne a kör, hogy mégis kik foglalkoznak ilyesmivel abban a körben, amivel foglalkozom, és akkor jöhetne a megtaláltunk Perky Parrot. Megtaláltam Perky Parrotot a való életben. 1000% nem tollas. Örülök neki, Tomzi, hogyha tetszik. Örülnék, hogyha több időm lenne rá, hogyha őszinte legyek, mert eléggé kevés az időm, de nem baj. Nem baj. Jó ez. Visszatértél? Na, ennek örülök. Mi is ez a kápolna? Ez. Egy ez. Remélem. Akarok erre keresztet tenni? Nem. Mégpedig azért nem. Mert egy, nem akarom, hogy specifikusan a keresztény vallásnak a kápolnája legyen, akármennyire hasonló stílusban épült. Viszont arra hivatkozom, hogy a referencia képen sincsen ilyen. És nem is minden kápolnám van, az inkább a templomokon van. Úgyhogy... Kedvenc madaram. Egyértelműen a papagájok. Azok a kedvenceim. Azokat szeretem. A papagájok aranyosak és kedvesek, és cukik. Igen, Tomzi, eléggé nehéz. Fáj is a lelkem miatta most. Nagyon-nagyon sok dolgom van, és a tavaszi fél évem az olyan lesz, hogy egyelőre nem tudom, hogy hogyan fogok videókat csinálni. Tehát ez nagyon-nagyon. Igen. Kápolna az templom, igen, Kalóz. Kalóz Gergely. Szia, Luca Mike, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Hellóka, belóka. Szeretek egyetemre járni. Csaba... Maradjunk annyiban, hogy a... Szeretem azt, hogy egyetemre járok, de magára egyetemre járni nem szeretek. Sok hűhó a semmiért, így fogalmaznék. Na, ne körülök, Tamzi, hogy így gondolom. Igen, Angéla, nem vagyok hívő, sem katolikus, sem református. Kisebb templom. Aha, igen, kb. Nagyon szép. No, előrök neki, ha tetszik. Nautilus után mi a kedvenc állatod? Hú, hát értitek, kiválasztok magamnak egy kedvenc állatot, és megkérdezek, hogy mi a második kedvencem, hogy még nehezebb dolgom legyen. Nem tudom, ezekben rossz vagyok az ilyen mi a kedvenced dolgokban. Nem tudom, mi a kedvencem. Nincs kedvencem, én szeretem az állatokat úgy összevisz. Mi ez? Ott a címben, Barnabás, ennél többet nem tudok segíteni, ha pedig nem ismered fel, az nem az én bajom. Ennyire felismerhetetlen akkor. Sajnálom. Nem a toronyba fogom tenni a harangot, hanem nem tudom, hogy láttátok-e már, hogy a kápolnáknál sokszor itt van a harang, vagy még valamit el tudok képzelni, azon kívül, hogy majdnem levertem a telefonomat. Még esetleg azt tudom elképzelni ide, hogy ide rakjuk le. Ugyanis sok kápolnában az udvaron van, most ezt amúgy nem tudnám, hogyha nem néznék filmeket, tehát hogy nem láttam volna már ilyen filmeket. Ez főleg olyan kápolnákban szokott lenni, amik ilyen iskolákhoz vannak így, hát nem azt mondom, hogy csatolva, de hogy ja. Ezzel még elgondolkodom, hogy ez hogyan lesz, mert remélem. Valahogyan kellene ennek egy ilyen szélet adni, csak... de ne legyen túl vastag, az olyan... Várjatok. Így esetleg, és így, és akkor... Nem. Várjatok. Megoldom ám, lesz belőle valami. Lehet, hogy mondjuk így. Aha. Milyen? Na, hát ha nem ütném el folyamatosan, akkor talán még végeznénk is a mai nap. Kedvenc emlős állatom. Miért nem szólt nekem valaki, hogy ezt teljesen elrontottam?
Mi a kedvenc emlős állatom? A lajhárok aranyosak. De most, hogyha házi állat, akkor egyértelműen a cica, de ha valami különlegesebbre vágytok válaszként, akkor a lajhár. Így néz, és akkor ezzel tudnak harangozni. Yeah. Csirke. Ez nem emlős. Szerinted kérlek egy papagájt? Figyelj, ezt te tudod, hogy a szüleidnek ez mennyire elérhető, mennyire engedhetik meg, hogy vegyenek neked egy háziállatot. Ez nem az én dolgom, hogy ezt eldöntsem. Figyelj, a papagájok királyak szerintem. Nyilvánvalóan nehezebb állatok, nehezebb őket gondozni, mint másik állatokat. De én azt mondom, hogy megéri. Megéri a papagáj. Nyilvánvalóan egy élő papagájtól mégis mit vártok, mit mondjon, hogy nem éri meg papagájt venni? Dehogy is nem. Megéri papagájt venni. Vegyetek meg minket, aranyosak vagyunk. Oké, és akkor legyen itt egy rózsabokor. Rózsabokor fenéket, rózsa ültetvény ez. Rózsabokor. Igen. Oké, szuper. Esetleg még talán itt tudnék elképzelni valami hasonlót, csak nem akarom spepelni rózsával ezt a helyet. Úgyhogy lehetséges, hogy más bokrokat fogunk alkalmazni. Közben srácok, köszönöm szépen a feliratkozásokat. Mindenképpen, aki még nincs itt és tetszik neki, amit csinálok, az iratkozzon fel, valamint dobjon egy lájkot. A lájkok azok jól jönnek minden videósnak, nagyon-nagyon szeretjük a lájkokat, lájkokon élünk, azt esszük reggelire, ebédre, vacsorára, adjatok nekünk enni. Szóval, ha tetszik a stream, akkor mindenképpen tényleg dobjatok egy lájkot. Az jó tesz az egészségeteknek, meg a miénknek is. A ti lelki egészségeteknek tesz jót, hogy támogatjátok a videósokat. Nekünk pedig a... nem tudom. Nem tudom, mit beszélek, srácok. 3 órája streamelek, nem kérhetitek rajtam számon azt, amit mondok. At this point már senki nem kérheti rajtam számon azt, amit mondok. Legyen egy papagáj szobor, de nem, srácok, nem csinálunk ilyet, nem építjük meg magunkat a Minecraftban, nem szép dolog, fúj. Meg nagyon kicsi kellene ahhoz szerintem ez az építmény, hogy én most nekiálljak építeni hozzá ilyeneket. Szerintem, ismételten, meg ne verjetek, szerintem nem szép. Ilyen picikében. Oké. De furcsa, hogy most kézzel kell ezt csinálnom, nincsen vördeli. Érdekes. Csak egy kicsike kis utat szeretnék ide, tehát semmi extrát. Egy kicike utat, ami kicsikét kanyarog, meg ilyenek. Lesz más tartalom is a csatornán? Mi lesz, ha megunod a Minecraftot? Nem lesz más tartalom a csatornán, nem hiszem, hogy meg tudom unni a Minecraftot, mert a Minecraftot, ha jól használjátok, akkor szerintem egy ilyen kimeríthetetlen forrása a gamer élvezeteknek, szóval én így gondolom, egészen biztosan máshogyan vélekednek más videósok. Nem látom egyelőre azt, hogy beleunnék úgy a Minecraftba, hogy utána ne akarjak azt csinálni. Tehát, nem tudom. Én nem hiszem, hogy lesz más tartalom. Tehát nálam a Minecraft van előtérben, mindenképpen azt szeretem, a Minecraft az nekem egy ilyen, nem is tudom, sokszor kikapcsolódás, sokszor munka, mindig mást jelent, és mindig megújul egy kicsit. Tehát, hogy mindig mást csinálok benne, és ezáltal magam is érdekesen tartom a játékot. Tehát, hogy nem csak az, hogy maga a játék érdekes, hanem megtalálom benne azt az érdekességet, ami miatt érdemes maradni. Ja. Égyni. Jep, más videósokat nem emlegessünk, hogyha nem muszáj. Még mindig az én streamen vagyunk, és az a lényeg, srácok. 900 like, na hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon aranyosak vagytok. Köszönöm szépen. Tényleg nagyon kedvesek vagytok, köszönöm. Nyilvánvalóan tényleg sokat jelent ez nekünk így adat szempontjából is, szóval. Mi? Ez sima föld? Júj, most vettem észre. Tudjátok, hogy miért, srácok? Tudjátok, hogy miért sima föld ez? Kíváncsiak, hogy valaki kitalálja.
hogy miért a sima földet választottam a coarse dirt helyett. Megöltem már, persze, hogy megöltem. És igen, lemaradtál, nagyon rég megöltem már a Enderpearl-t. De nem is nézed a sorozatomat? Mert elitrázni minden egyes részben elitrázom, tehát hogyha mondjuk nem nézed, akkor nem biztos, hogy így kérdezősködsz róla, akkor az így valid. Hogyha nem nézed, akkor miért érdekel? Hiszen hát Shulker boxokat minden részben használok. Meg elitrát is. És ez csak ugye a sárkány után lehet. Na szóval nem tudom, hogy valaki kitalálta hogy miért. Azért, mert eddig a dirtnek a helyén volt a coarse dirt. Ugyanis most bekerültek olyan blokkok, amik arrébb tolták az egészet. És már megszokásból nyúltam volna hozzá a coarse dirthöz. Annyira, hogy el sem olvastam, hogy mit veszek ki. Tehát ezzel jár, amikor az ember sokat épít. És a coarse dirt-ot ugye rengetegszer használom. És már oda nyúltam, ahol a coarse dirt volt, úgyhogy oda sem néztem, közben a chatet olvastam, és a sima dirt-öt vettem ki helyette. Ez mennyire durva, hogy az ember így hozzászokik a dolgokhoz egy idő után. Hát most mondjuk lehet, hogy egy pár blokkal így leszek, hogy megcsúszik majd a kezem. A nézőid életkorát úgy körülbelül mennyire tippelnéd, és szerinted mennyi az átlag? Én azt mondom, hogy akiket én látok Discordon, na várjátok, ezt most el kell kicsit magyaráznom. Tehát, amielőtt elkezdtem volna let's playezni, azt mondanám, hogy olyan az átlag, tehát az embereknek a többsége 15 és 16 körül volt, és annál idősebb. Voltak fiatalabbak. Voltak fiatalabbak nyilván, de az átlag, akikkel beszélgettem, akikről tudtam, hogy kik és akik írtak nekem, és tényleg láttam, hogy értelmesek, és elmondták a korukat, vagy tippelni lehetett, azt mondanám, hogy 15-16. Amióta let's play-eket csinálok, nagyon sok fiatalabb jött, mert a Magyarországon a let's play-eket fiataloknak csinálják. De most, hogy erről mi a véleményem, az már egy más kérdés. A lényeg az, hogy én úgy gondolom, hogy most lement olyan 13-14-re, de most megint elkezdtek az utóbbi időben rám találni az egyetemisták, a középiskolások. Tehát azt mondanám, hogy olyan 50-50%-ban vannak középiskolások és általános iskolások. Általános iskolásokban vannak fiatalabbak és vannak idősebbek. Úgyhogy én azt mondanám, hogy egy olyan szolid 13-15 között. Szóval nem hinném, hogy túl sok 7 éves néz engem aktívan. Én 23 vagyok, mondja Norbika. Igen, Norbika. Igen, ezt mondom, látjátok, van 30 éves néző is, sőt, Badam is majdnem 30 éves, de van más is. Vannak egyetemisták, vannak anyukák, akik a gyerekükkel együtt nézik ezt a streamet, és néha írnak nekem, hogy mennyire jó volt, és hogy a kisgyerek mennyire élvezte megint, tehát, hogy vannak idősebb nézőim is. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök ennek. Szóval látjátok, vannak azért idősebbek, de nem baj, hogyha valaki 8 és 9, nincsen azzal baj. Tehát azt mondom nektek, és ezt mindenféle önreflexió nélkül mondom, mindenféle magamra vonatkoztatás nélkül mondom, jobban jártok, hogyha olyan tartalmat néztek, ahol egy kicsikét komolyabban szólnak hozzátok a videósok, és nem úgy, hogy hát sziasztok gyerekek a mai videóban. Tehát ez annyira nem jön be, sem nekem, sem nektek. Tehát oké, én is tudok gyerekes lenni, mert szeretek gyerekes lenni, de nem azért, hogy gyerekes legyek nektek, hanem hogy gyerekes legyek magamnak. Azért vagyok néha gyerekes. Szóval szerintem jobban járnak a fiatalok, hogyha olyan videósokat néznek, akik nem specifikusan fiataloknak csinálnak tartalmat, mert abból úgymond a személyiségük is profitál, és komolyabb beszédet hallanak, mint például az előbb beszélgettünk ugye a legendákról, és valaki így visszakérdezett random, hogy mi ez a legenda duma. Hogy gondolom, hogy nem ehhez van hozzászok, hogy streamek alatt ilyeneket nem nagyon lát. De ezzel nincsen semmi probléma, szóval nincsen ezzel gond, tényleg. És ja, ne írjátok ki a korotokat, hogyha nem muszáj. Ez azért nem jó, mert az interneten ilyet nem érdemes kiadni. Na szóval a lényeg, visszatérve, jobban járnak a fiatalok, hogyha olyan tartalmat néznek, ahol nem gyerekként kezelik őket. És nem lenézve kezelik őket gyerekként. Tehát jobban járnak, hogyha olyan embereket néznek, akik komolyan szólnak hozzájuk.
ilyen például szerintem teljes mértékben Ice Bluebird, tehát hogy nála abszolút ezt érzem, hogy ő komolyan szól azokhoz is, akik fiatalabbak. Tehát hogy ő feltételezi azt mindenkiről, hogy hiába fiatal, értelmes. És ez egy nagyon-nagyon helyes hozzáállás, hogy nem úgy kezdi a videóit, hogy oda rikít a nézőinek, hogy sziasztok! Tehát nem. Tehát én például úgy gondolom, hogy Andy és Ice Bluebird-ök teljes mértékben próbálnak ilyenek lenni, és szerintem teljes mértékben sikeresek is ebben. És ezért szeretik őket. Bencén én látom sokszor, hogy kiemelik, hogy mennyire komoly. Ugye mindkettőknek szoktam nézni a streamét. Szóval, ja. Értem, nagyon furcsa azt hallani, hogy általános iskola, mert én Szlovákiában élek, és nálunk az általános iskola az alapiskola. Lehet amúgy, lehet, hogy nálatok ez így van, nálunk ez máshogy van. Tudok-e spárgázni? Nem. Fájdalmasnak hangzik. Tudom, hogy a fiúk is tudnak spárgázni, nyilvánvaló. De a lányoknak hadd mondjam el, hogy a fiúknak nehezebb, mert nekünk vannak ott dolgok, amiket be tudunk nagyon ütni. Szóval a fiúk egy kicsikét nehezebben spárgáznak. Ezt jól is mondjam. Ritkábban spárgáznak. Tehát nyilvánvalóan olyan fiú, aki tud spárgázni, és szeret spárgázni, és esetleg még versenyeken is, mert vannak ilyen tornaversenyek, ahol spárgáznak, de ehhez gyakorlás kell, hogy ne üssenek be fájdalmas helyeket. És, ja, igen. Ez rá a válaszom, hogy nem tudok spárgázni, és nem is szeretném megpróbálni, hogy tudok-e. Lehet, hogy hamar megütném a C hangot. Gyerek vagyok, ez tény és valóban, de utána, amikor idősebbekkel beszélek és nem hallgatják meg a véleményem, és mondják, hogy a 18 leszek, elég érett lesz a véleményem, elég érett lesz a vélemény elmondásához. Ez nagyon-nagyon nem helyes, és ezeket a felnőttekkel ne hallgassatok ebben a témában, mert ez nem igaz. Egy fiatal gyereknek is meg kell hallgatni a véleményét, mégpedig azért, ha már mondjuk a véleménye nem is jogos, vagy nem is tapasztalt, szájból hangzik el. Fontos, hogy meghallgassuk a fiatalokat is, mert később nem fognak oda jönni, hogyha komoly problémájuk van. Tehát ilyenkor az elején kell a szülőknek és a nevelőknek, akár legyenek szülők, akár legyenek gyámok. Tehát oda kell figyelni a gyereknek a szavára, mert ha most nem figyelsz oda a gyereknek a szavára, akkor amikor nagy baj lesz, akkor nem fog oda menni hozzád, mert emlékezni fog rá, hogy amikor 12 éves volt, akkor azt mondtad, hogy a véleménye nem számít, mert még kicsi. És most nem fog oda menni, mert úgy érzi, hogy megint ezt fogja majd megkapni. Úgyhogy szerintem érdemes a gyerekekkel értelmes és érdemes módon bánni. Ez tényleg nagyon nagy probléma. Igen, Barnabás, egyetértek ezzel. Jó, ez látom, hogy ez így ok. Oké, szóval én azt mondom nektek, hogy azzal a résszel, amit meg szerettem volna csinálni, azzal elkészültem. Nem azt mondom, hogy kész vagyok, mert nem vagyok kész. Tehát nagyon jó lenne még ezt majd valamikor egyszer talán folytatni. Örülnék neki. Csak a helyzet az, hogy ameddig nincsen word editem, addig nem biztos, hogy fogom. Ha lesz word editem, szerintem visszatérünk ide, mégpedig azért, mert akkor át tudjuk ezt vinni egy másik világban. Ugye 1.17 snapshot van, tehát word editem az legkorábban következő nyáron lesz. Szóval lehet, hogy el is feledkeztek majd erről az építményről, mire kijön a word edit ehhez a verzióhoz. Nem fogom elfelejteni ezt az építményt, az biztos, mert szerintem nagyon fun volt, és nagyon sok új embert ismerhettem igazából most is meg, szóval aranyosak vagytok, kedvesek vagytok, és látom a kommentjeiteket is, és látom a sok támogató kommentet is, szóval nem fogom elfelejteni ezt a streamet, lélekben itt lesz velem, és ne felejtsétek el azt sem, hogy minden pénteken vannak ám streamek, tehát hogyha csak valami nagyon nagy esemény nincsen, hogy esetleg hazautazom, vagy más dolgom van, másnak segítek be, vagy tényleg nem érek rá, akkor minden egyes pénteken van stream. Mostantól 16 órától lesz. Most ezt azért érdemes tudni, hogy addig lesz 16 órától, ameddig
ameddig tart ugye az online oktatás, meg a kijárási tilalom 8 után. Ugye azért kezdem majd előbb, hogy utána még, hogyha valamit elfelejtek, akkor ki tudjak ugrani boltba, stb. Szóval 16 órakor fognak kezdődni a streamek innentől minden pénteken. És yep. Azt hiszem, hogy ennyi az, amit el akartam mondani. Annyi még a Let's Play kedvelőknek, hogy mostanában nem lesz Let's Play, lesz majd, csak nem mostanában. Szerintem legalább egy hónapot kell majd rá várni még, pedig azért, mert szeretnék egy picit az építéshez visszatérni. Most itt amúgy közben csináltam thumbnailnek valót, mert szeretném mindenképpen ezt majd kirakni, szerintem egészen jól sikerült. Vannak rajta érdekes dolgok, amiket megváltoztatnék, de azt mondom, hogy 3 órát dolgoztunk rajta, szerintem ennyi ezúttal elég lesz. Nos, srácok, remélem, hogy nektek is tetszik az, amit most itt összehoztam. Igen, közben megnézem, hogy miket írtok. Nagyon szép lehet, köszönöm szépen. A tenészid a barátaidnak veszed, mondja Hanna Crafty. Ezzel a kifejezéssel szerintem, hogy barát óvatosnak kell lenni, mert akkor sok ember úgy gondolja, akkor hát akkor privátban is írkálunk, akkor napi szinten akkor együtt Minecraftozunk, szerverre fölmegyünk együtt, és ott éjfélig játszunk. Azt mondom, hogy kedvelem a nézőimet, és tisztelem a nézőimet, és... valamilyen szinten nyilvánvalóan közelebb állnak hozzám, mint mondjuk egy idegen az utcán, vagy egy olyan ember, akivel egyszer-kétszer beszéltem, de nem ismerem. Tehát igen, azt mondanám, hogy ismerősöknek tekintem őket, akiket tisztelek azért, hogy itt vannak, és támogatnak, és néznek, és stb. Stb. Szóval nagyon-nagyon jó fejek vagytok. Ez hack, azt mondja Valéki Mesi. Igen, az elmúlt 3 órában mindenki azt nézte, hogy hogyan hackkelek. Igen. Jó fejek vagytok, köszönöm szépen a kedves kommenteket. Legközelebb találkozunk, vigyázzatok magatokra, hordjatok maszkot, ne menjetek ki 8 után, tartsatok a kellő távolságot, ígyatok sok teát, stb. 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 Jók legyetek. Sziasztok, pápá, hellóka. Ó, és holnap új videó. Pápá. When we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. Stay up all night singing songs on the terrace. We didn't mind sitting out in the cold. It wasn't possible to make us embarrassed. We were free. Do you remember stealing smokes from your parents? Sometimes we got a bit out of control. We ran from home just to scare them. We were free when we were 17. When we were 17.